Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Gangsta Zoli esetéről beszéljünk egy kicsit. Ugye Gangsta Zoli, próbáltuk őt megtalálni. Kazinczi díjat kapott. Igen, próbáltuk nyilatkozásra bírni, de egyelőre nem akar. Azt mondta, hogy vár egy kicsit, aztán csütörtökön majd állítólag nekünk nyilatkozik először. Ugye céges buli lépett fel a kártellal, és 8 napon túli sérülést okozott egy, hát, egy nem szomjas ott dolgozónak, aki egyébként a hónap vagy az év dolgozója volt. Év dolgozója volt. És ugye arról szóltak a hírek, hogy többször kérték Zoliék, hogy hát hagyja abba a kötekedést, meg ne kiabáljon be. Ő valószínűleg tényleg nem volt szomjas, kicsit felemberesedett, és nekiállt a Zoliékat inzultálni verbálisan. Majd Zoli lelépett hozzá, és ugye hát próbálta jobb ellátásra bírni, majd hátat fordított neki, és akkor Zoli kapott egy taslit, egy pofont, ököllel, tenyérrel, ezt nem tudjuk, mire ő visszafordult, és hát válaszolt. Rendezte a sorokat, és eltörte a hónap dolgozójának, vagy az év dolgozójának. Bizarr ez a történet. Nagyon bizarr, hogy az év dolgozója egyébként. Eltörte az állkapcsát, és ezzel 8 napon túli sérülést okozott. Most ugye, ezért képet kellett cserélni a dicsőség táblán. Rendőrségi eljárás van, büntető eljárás, vizsgálják, hogy súlyos testi sértés lehet a dologból, attól függ, hogy először ütött vagy nem ütött. Mert ha nem először ütött, akkor szerintem egyébként a jogos védelem kategóriába ez lehet, hogy belefér, ha ő először pofont kapott, és utána lehetősége volt megvédeni magát. Ha nem, akkor viszont súlyos testi sértés. Tehát ezt vizsgálják. Zolit próbáltuk egyébként elérni, mondta, hogy rendben, fog nyilatkozni, de nem most. Várj. Van még kicsit. Szerdán egy kihallgatás. Szerdán kihallgatása van, igen. És addig nem akar beszélni a dologról. Igen, mondjuk először az ügyvédje tanácsára nem nyilatkozik egyelőre. Tehát, hogy biztos volt, hát rengeteg szemtanú volt, ez egy vállalati rendezvény, egy céges rendezvény volt, iszonyú sokan voltak, biztos, hogy rengeteg szemtanú van, tehát itt nagyon mellé beszélni nem lehet. Persze, hát mindenkit. Itt nem az lesz, mint a szokásos sztorikban, ahogy lenni szokott, hogy valaki a két ember közül hazudik. Igen, ő ütött előbb, nem ő volt az. Igen. De csütörtökön meghívjuk Zolit, hogy mesélj el nekünk, hogy mi történt, meg beszéljen az ügyről. Amúgy is csomó apropó van most, hogy jöjjön. De óvatosak leszünk, nem nagyon szólunk benne, hogy eltörjön az állkapcsunk a karácsony előtt. Igen, vigyázzatok. És aztán kimenekítették a zenekar? Igen, aztán ki, hát nyilván egy ilyen, karácsonyi bulin nyilván mindenki iszik. Tehát kezdjük itt a dolgot, hogy általában túlpörgik az emberek ezen fajta rendezvényeket. Én abszolút az Olival vagyok ebben a sztoriban, abban az esetben, hogyha ő tényleg megkapta hátul ezt a taslást, azt nem mondom, hogy el kell törni az állkapcsát egy ilyen embernek. De az, hogy valakit meghívnak egy karácsonyi bulira, egy fellépő művészt, és onnantól kezdve, aki túlissza magát ezen a bulin, az azt gondolja, hogy ő most már mindent megtehet, mert ki van fizetve a zenekar, azzal én mélységesen egyet tudok érteni, hogy basszus, az sok. Jó, és hogy kérdezek, tehát, hogy kérdezek, nem állítok. Tényleg csak azért, hogy... De állíts nyugodtan, hát nem tudom, hogy mi történik. De vélemény az embernek pro és kontra van mindenről. Tehát jogos, nem jogos. Persze, csak nem tudom. Miért nincs más megoldás, még kell megütni, ha meg kell, ellegyőrét. A szintet nem tudom. Tehát, hogy mi volt itt, tehát, hogy mi vezetett a tetlegességhez. Tehát nem tudom, hogy volt-e káanyázás, stb. Tehát nyilván van egy szint, ami már tűrhetetlen. Csak azért kérdezem a Ferit, mert hogy hárman közül mondjuk ő szokott olyan rendezvényeken is szerepel, ahol adott esetben ilyesmi előfordul, tehát mondjuk nálad vagy nálam adott esetben egy műsorvezetésen nem nagyon fordul elő az, hogy mondjuk annyira a szanaszélye szívnák magukat, de mondjuk a Feri szokott koncerten, stb. Más a közönség. De magáról az ütésről mi a vélemény? Jogos, nem jogos? Anélkül én sem voltam ott, de van véleményem a dologról. Hogy ilyen hihetetlen rutinnal, tapasztalattal rendelkező, millió egy haknival fellépéssel a hátam mögött, a Zolinak túl kell reagálni ezeket, vagy nem lehet ezt úgy kezelni, hogy akkor azt mondjuk, hogy rámutatunk az emberre, és akkor szólok a rendőrnek. Tehát szerintem nem szabadott volna megütnie? Kérdezem. Ebben egyetértünk. A megütés, le kellett volna állítani a koncertet. Elmeséltem nektek egy esetet, emlékezzetek rá, amikor játszottunk egy sörfesztiválon, és ott állt a csávó az első sorban, és nekem kezdte így földobálni a cigieit egyesével. Emlékeztek? Igen. Ez a leszokás után volt, és akkor bennem is megfordult, hogy oda megyek és pofán verem. Oda megyek és leverek neki egy akkora sallert a gitárral, érted? És mondtam neki, hogy figyelj, ne csináld, nem vagy vicces. És 50-szer szólsz, és nekem is ekkora lett a fejem, nem fér bele. Én is azt gondolom a megütés, de legszívesebben lementem volna, és én is lekevertem volna neki egy marha nagyot. De taplok mindenhol vannak, nem? Mert ott állt, igen, csatak kicsit részegen. Kicsit rá, hogy úgyis megtalálnak. Ott tehát állt akkor... csatak részegen, érted? És fölhúzod magad. A Zoli meg egy ilyen karakter, hát most...
Tehát akkor te azt mondod, jogos volt, te azt mondod, ne üssön az ember, ő az előadót, kezelje le és oldja meg, ez a feladata? Vagy legalább a szintjét azt próbálja meg. Épp nyilván persze, hogy én naív vagyok, mert hogy amikor az ember erősen felindult, hogy itt röveg, tényleg ledobja az agya a szíjat, akkor nem azt nézi, hogy most ökölölült, vagy tenyérel, vagy hogy felrúgja, vagy hogy lefejeli. De hogy akkor is, tehát hogy azért nem, sok ez. Valószínűleg volt egy íve a dolognak. Elmondta, hogy figyelj csávó, ne csináld. Ha nem tetszik, hogy mi zenünk, akkor menjél ki addig. 5000 ilyen volt, aztán Zoli lement, elmondta ezt közelről is, ha igaz a hír, hogy kapott hátulról egyet, megfordult, valószínűleg én is, ha én is kapok hátulról egyet, miután lemegyek, lehet, hogy én is. Itt kedves kollégák, vagy rendezők, vagy nem tudták volna, hogy leszerelni ezt a csávot, tehát nem mennek oda, és akkor mondják, hogy Lajos, kicsit sok vagy már. Én szerintem egy fontos momentuma van ennek az egésznek, amit Feri is mond. Tehát én is nagyon sok ilyen céges rendezvényt csináltam régebben, én utálom őket, mert amikor téged megvesznek és kifizetnek, azt hiszik az ott dolgozók, hogy te az övék vagy. Hogy minden belefér, igen, és oda jönnek, beszólogatnak, ezt csináld meg, azt csinál meg, ezt konferáld, ide menjél, oda menjél, és kicsit tulajdonként kezelnek. Én többek között ezért nem vállalok ilyeneket, mert utálom, hogy elmentem régen valahova, és ott a cégvezető, meg az alkalmazottak azt hitték, hogy most a mi téged a cégünk megvásárol, tehát most te vagy itt nekünk a csaj, ugye a prosti, és igen, veled igen. Most tulajdonképpen azt sem beszólunk, hat felé rángatunk, utasítunk, parancsolgatunk, tehát én emiatt nem vállalok többek között, mert nem szeretem. Ha először ütötték meg, akkor tök jogosnak gondolom. Tehát akkor igenis védd meg magad, és lehetőséged van. Tehát az Oli oda ment, szólt, és eljött, és hátulról ököl, mondjuk fejbevágta a csávó, mert fölizmosodott két tojáslikörtől, akkor szerintem igenis joga van. Ha nem ütött a sász, csak beszólogatott, akkor azt egy előadónak tudni kell kezelni, tehát nem veheted annyira a szívedre a dolgot. Ha megütötték az Olit, akkor én adom. Tehát akkor azt mondom, hogy tök igaza volt. Tehát az, hogy tényleg te tulajdonodként kezeled a zenekart, és beszólogatsz, és értedeked őket, mert te most kemény vagy a hónap dolgozója, vagy az év dolgozója, és menőzni akarsz ott a idénke meg Terike előtt, az vérciki. Ha még meg is ütöd az előadót, akkor abszolút igaza volt az Olinak, bár nem vagyok az erőszak híve, de igen, ha így lépsz fel valaki ellen, akkor számítanod kell arra, hogy nagyon pofán vágnak téged is. Tehát akkor tök igaza van. Ha először ütött, akkor nagy hiba, mert azt viszont már tudni kell kezelni, azt nem szabad. Tehát kivezeteted, hagyod a fenébe, rálegyinted. Lemész a színpadról, és azt mondod, hogy köszönjétek a parasztnak, az visszalátás. Igen. Tehát, nem érdekel a pénz. Ha nem ütötték meg, akkor egy előadónak nem kell eltörni az állkapcsát senkinek, akkor nem jogos. Ha kapott, akkor viszont tök igaza van. Akkor tök igaza van, akkor én is azt mondom, hogy menjen a fenébe a hónap dolgozója, nehogy már még azt is el kelljen viselni, hogy egyébként hátulról ököllel mondjuk fejem vág, vagy arcon üt, te meg nagy elnézések közepette folytatod tovább a zenekart, a dalt. Tehát akkor igaza van. Akkor szerintem igaza van. Hát ezt nem fogjuk megtudni, majd csütörtökön Zoli megkívja. Zoli már nyilatkozik, akkor mi is jobban képben leszünk, és akkor tényleg így konkrétabb véleményt tudunk formálni. De hát, szerintem nem, tehát így... Mert ez így most egy picit soknak tűnik. Hát igen, De tényleg nem. De közben én azt mondom, jogos. Igen. Ha megütötték, jogos. Hogy azért, mert kifizetik a gázsidat, amiért te elmész koncertezni, tehát itt írja a hallgató, nagyon jó, gangstara, jó, vagy játsszál kis grofót. Én játszom. Tehát, hogy érted? És 5000 ilyen van egy ilyen bulin. Hogy értem, nem játszunk ilyet. És akkor lemész, még egyszer elmondod neki, hátat fordítasz, megüt, hát akkor szerintem nincs nagy kérdés benne, hogy fordulsz te is, és megy a saller. Csak Zoli nagyobbat ütött. Zoli egy picit nagyobbat ütött, igen. Igen. Aztán kimenekítették a zenekar. Na, ezt csütörtökön megtudjuk majd, hogy mi történt. Ugye, ahogy mondtuk, nem tudunk most Zolival beszélni. Viszont a céges bulikról igen, és azért az jó téma lehet, hogy minden céges buliban van legalább egy hasonló karakter. Nyilván a ti munkahelyeteken is. Aki felerősödik, aki megizmosodik, aki inzultálja a csajokat, aki fogdossa őket, aki beszólogat, aki felkeményedve, majd ő most oda megy a főnökhöz és nagyon beolvas neki. Tehát mindenhol megvan a magát kicsit aljasra ivó karakter, aki vagy jó fej lesz, vagy rossz fej lesz, vagy erőszakos lesz, vagy beszólogatós lesz, vagy kitör belőle az állat, és átváltozik önmagából, és vállalhatatlanul viselkedik. Minden cégnél legalább van egy ilyen karakter. Nem? S én a sírósat szeretem. Nekünk még Békés Csabán volt a rádióban egy gyerek, két méteres csávó, imádtam, hangmérnök Hapsi, és ő volt az, aki az összes ilyen bulin berúgott, mint az állat, és az volt, hogy a vezérigazgató lábát átölelve. És megzuhant. És megzuhant, és sírt, és de gyönyörű kép. De szereti, vagy bocsánatot kér mindenért? Nem, mindenért bocsánat, de tehát szeretetre itta magát, de az, amikor tényleg átöleli a lábadat, a térdedet, és zokogva sír, hogy ő... Tudod, hogy vele mihetsz? Tudod, hogy a hív vagyok ehhez? Tudod, hogy csak miatta? Legalább a pénz nem érdekel. Azért vagyok, hogy ez egy jó ember vagy. Jó ember
konzerve indenekem, jó? Nagyon jó. A legjobb. Na, drága hallgatók, írjátok meg akkor nekünk, hogy nálatok mi történik, jó? Tehát nálatok, ki az az egy ember, aki aljasra issza magát, vállalhatatlanra, és pontosan mit csinál? A cég hülyéje. Jó? Tényleg? Tehát kicsit úgy nézze, ú, de kellemetlen, ú, de ciki, arrébb menné, jön, csapkod a pörköltes kanállal, lefröcskör, rádönti a vörösbort, énekel, fetreng az asztalon, miközben mindenki próbál kulturáltan szórakozni. Milyen beosztásban van, hogy hívják, nem kell megnevezni, nem akarjátok, hogy melyik cégnél dolgozik, mit csinál, mitől ő a hónap dolgozója, ha lehet így mondani, a karácsonyi bulin, jó? Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:40 pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt. Drága Morning Show hallgatók, a Gangsta Zoli ügyéről beszélgettünk. Csütörtökön Zoli azt ígérte, hogy bejön hozzánk és elmeséli, mi történt. Addig nem nagyon tud állítólag megszólalni ügyvédje tanácsára, mert hogy szerdán van még egy kihallgatás, és ott mondja el, hogy mi történt, aztán azt mondta, hogy csütörtökön bejön hozzánk és elmondja. Elmeséli nekünk a történteket. Beszélgettünk ugye a céges bulikról és arról, hogy jogos, nem jogos, ha megvédte magát. Ez egy közös álláspont, ebben maradtunk. Akkor jogos lehet egyébként, ha nem ütötték meg, nem bántották, akkor szerintem. Nem azt mondom, hogy egy előadónak ez benne van, de más eszközökkel kell kezelni, akkor egyáltalán nem jogos. Ha ő ütött először, akkor szerintem nincs igaza. De hát meghallgatjuk majd. Mondjuk jó lenne egy másik oldal is, tehát hogyha valaki esetleg ott volt, és beszél róla mondjuk két mondatot, az a Zoli verziója mellett azt is meghallgatnák. Igen, telefonáljon nyugodtan, aki ott volt, hát ha találunk olyan hallgatót. Na nézzük, mit írnak közben SMS-ezőink, mert hogy kértünk benneteket, írjátok meg nekünk azt az embert a cégnél, aki minden karácsonyi bulin várhatóan valami magánszámmal áll elő, és már-már szinte kiszámítható az ő viselkedése, mert hogy aljasra issza magát, és utána elkezdődik a női kollégák inzultálása, a férfi kollégáknak a beszólogatás, a táncolás a parketten, vagy a magamutogatás. Ugye hát nagyjából ezek. Ez a szűk keresztmetszet, amit el tud valaki követni. Embertársa jelen egy céges bulin. Hát a szélsőségekről nem beszélve, ugye? Igen. Síró kolléga és a verekedős kolléga. Síros kolléga, verekedős kolléga, igen. Céges partner találkozó, Budapest 5 csillagos exkluzív hotel, vendég a Presser. Három cég tartott itt egyszerre bulit, reggel szóltak nekünk a szálloda dolgozói, hogy a szomszédteremben valaki levizelte a zongorát. Hogy ő azt tudni kell a sztorihoz, hogy ő általában saját zongival jön. Jaj, tudod, tehát, hogy ez nem a szálloda zongorája volt, hanem a Presseré. Azért, az milyen lehet már megkörözni? Nagy utazás! Te is érzed? Gábor írta nekünk. Nemzetközileg ismert töményszerzett cégnél dolgoztam a céges bulikor, a kereskedelmi igazgató mindig melegre itta magát, és kötekedve elkezdte fogrosni a kollégákat. Egy hasonló rendezvényen engem talált be, csipkette a hátsómat, csímogatott, háromszor szóltam neki, hogy hagyjon békén, mire a kolléganőm mondta, hogy üssem le, úgysem emlékszik rá másnap. Óriási. Hát ez mondjuk. Én hallgattam rá, és könnyékkel tarkon vágtam. Összeesett, utána hétfő hívott föl, hogy emlékszem-e, mi volt a céges bulin. Azóta nem dolgozom ott. Tehát, hogy kirúgták. Akkor emlékezett. Rossz volt az info. Vendéglátoztam, saját üzlet, rengeteg céges bulit csináltunk, félmesztelen tökrészek csávó csúszkált a bowling pályán. Én vagyok a golyó. Azért az is kemény. Tarulok. Igen. Én szeretem ezeket, vesse, én imádom. Nekem amikor... addig nincs vele bajom, amíg nem a többiek agyára, amíg nem fogdos, amíg nem szemtelen, amíg nem erőszakoskodik, nem pofátlan, nem fogdossa a feleségedet, addig nagyon jól tudok röhögni. Ha átmegy az erőszakos, molesztálós, igen, verekedős, igen, keménykedős, beszólogatósba, azt viszont nagyon tudom utálni. És főleg azt, aki csak akkor bátor, ha iszik, egyébként halálgyáva, de amikor iszik, akkor felemberesedik és elkezd keménykedni. És nincs jogot se megütni, se bántani, semmi, de azt a karaktert én nagyon tudom utálni. És aki elkezdi a nőket szídni, és kiderül, hogy egyébként egy ilyen igazi, nőgyűlölő, tudod, ilyen megkeseredett, ilyen káanyázó, ilyen minden nő egy ízés, látod rajta, hogy ú, de nagyon szomorú lehet neked. Azt a karaktert én utálom. Igen, de én ezt a bowlingos ember, ezt én imádom. Figyelj, neki futok. Tesó, még egy kört, menjél, megadjuk is alá lovat, még egyet, tesó, te vagy a legnagyobb, persze. Az jó karakter, az ártatlanul másokat felvidító karakter, az jó karakter, igen. Főnököm az éves céges buli után hazafelé a vonaton részegen minden fiatal nőtől megkérdezte, kislány maga bugát is, de meg dugnám magát is. Ó, de jó. Telekommunikációs multinál. Ú, de szép lett, vajon melyikről van szó? 1100 fős karácsonyi parti 22 éves pasi kollégám az 55 éves egyik vezérigazgatót próbálta felszedni a következővel. Cica.
cica. Ilyen segget még biztos, hogy nem fogtál, majd megmarkolta a hölgy kezét, és a saját hátsójához nyomtál. De jó volt. Nálunk is volt egy ilyen... azt mondja, Jenő, strandkorlát kék zakóba 30 perc alatt úgy berugott, hogy nem bírt magával. Csepregi Éva volt a sztárvendég, meg akarta ölelni. Folyamatosan üldözte őt, főnök egy nyakassal intézte el, Pisti küldte neki. Nálunk minden évben egy srácot a mentő viszel alkohol mérgezéssel délután 4:30-kor, úgy, hogy a buli 5-kor kezdődik. Hú. Azért ott is nagy ez baj. Ez komoly, komoly, igen, ott komoly stop lehet. Négytől van kapunyítás. Négytől van kapunyítás, 4:30-kor őt már elviszik alkohol mérgezésre. Ferencet kérdezem, ez fizikailag lehetséges? Persze. Simán. Fél liter vodkát benyomsz, és meg is. Minden évben megismétlődik. Orsi küldte nekünk. Én hosszú éveken keresztül csináltam egy nagy cég karácsonyi buliát kint Budaörsön, és ők az ország több területén vannak jelen, és mindig volt egy csávó, aki mire a busz megérkezett Székesfehérvárról Budaörsre, az 20 perc, azt mondták, hogy felszállni még látták, és leszállni már nem bírt. És minden évben ez volt 20 perc a csatak részeg. Ja, de stabilan lehetett elszámítani, hogy mindig fenn van a buszon, amikor visszaindulnak. Ja, ne, nem, lehúzták. De visszatették, és minden évben, úgyhogy meg lehet csinálni, ez mondjuk 3-4 hétre volt, nem 4:30-re. Elképesztő, milyen karakterek vannak. Nálunk minden évben új arc csinálja, kirúgták őket, tavaly egy srác a tánctér szélén lepisílte az egyik tuját. Idén egy másik megütött egy kötözködő csajt, azért ott is na jó, hát Niki küldte nekünk. Picit sok. Ügyvezető hullarészegen molesztálja a sztárvendéget, és senki nem mer közbeszólni, hiszen ő a góré, mindenkinek kellemetlen. Ez a fő ciki. Igen, szerintünk az, is. Az, amikor a vezér oda megy is. Kovács a Polóniától, paprika só, szó. Honnan ismered az összes ilyet? De tényleg. Hosteszkedem egy karácsonyi bulin pár éve, ahol a kedves vendég úgy vezekelt, amiért túltolta az unikumot, hogy félmeztelenül békaügetésben távozott hajnali 3-kor. Kérdeztem, hívják a taxit, ő azt mondta, nem, sportolni akar. Szeretem. Én imádom az ilyen karaktereket. Hagyja csak. Ura vagyok a helyzetnek. Van itt egy busz megálló. Elmegyek félmeztelenül békaügetésbe. Uram, legalább kitisztulok. Uram, meg fog fázni. Nem baj. Sportolni akarok. Jó, ez a picit, legalább kitisztulok. Ez a picit az oszteres vonal. Én ezt bírom. Ezt bírom. Ha, Istenem. Azt mondja, hogy a céges buli nagyon jó téma volt, egy kollégám minden buli, ha berúgott, elkezdett vetkőzni. A volt főnököm szintén full idiótára itta magát, majd egyszer megtalálták a WC-ben, arccal lefelé feküdt a padlón. Mikor összekanalazták, csak azt mondta, én csak hűtöttem a fejem a csempével. Jó, amis a Reni küldte nekünk. Itt van egy hallgatónk. Timi, hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, te vendéglátósként dolgoztál? Igen, igen, 7 évig énekeltem egy zenekarban, és elég sok mindent láttam. Hát akkor te láttál csodákat. Igen, igen, igen. Körülbelül 2 éve fordult elő egy ominózus eset, amikor rocker barátunk annyira, hát igen, este 8 óra körül, 6 órakor kezdődött a parti, este 8 óra körül annyira jól érezte magát, hogy néztük a fiúkkal, hogy az a fenyőfót nem lesz jó. Az a fenyőfót nem lesz jó. Körülbelül 5 percig táncolt a fenyőfával, mire magára ráncolta. De úgy mindig... Táncolt a fenyőfával? Táncolt a fenyőfával, és utána sikerült magára rántani, igen. Szeretem az ilyen karaktert. Aki megy, elmegy gyónni a fenyőfának, beszél hozzá, felkéri táncolni. Imád az ilyen karaktereket, imád. Ő az ártatlan. Ő el van a saját virágában, táncol a fenyőfával, beszél hozzá, simogatja, becézgeti. Igen, de figyelj, legalább a zenekar békén hagyta, mert volt olyan eset is egyébként, amikor ugye mindenkinél azért előfordul, hogy 2-3 üvegnél nem áll meg, és mindenkinek a mikrofonom kellett volna. Na pont ezt akartam kérdezni, hogy ez az Adida a mikrofont, hadd énekeljek egy dal című karakter. Igen, ez... igen, ez mindenki átmenne karaokeba egy idő után, és én ezt már úgy nagyon untam egy idő után. Volt egy úriember, aki már úgy nagyon kapkodott a mikrofonom után, és körülbelül 10 perc múlva szóltam rá, mosolyogva elkaptam a kezét, és azt mondtam nekem, még egyszer hozzányúlsz a mikrofonomhoz, akkor eltöröm a kezed. Nem jött oda többet. Az önjelölt agresszív karaoke is, az is egy karakter. Az is egy karakter egyébként. Aki úgy érzi, hogy most eljött az ő pillanata, mindegy, hogy mi történik, neki el kell énekelni a pocsolyába léptem, sáros lett az új cipő, mert anélkül nem buli a buli, nem? De nagyon jó. Részeg, rossz hangja van, nagyon kellemetlen, de ő énekelni akar. Igen, abszolút. Igen, igen, úgyhogy volt a sztorik bőven a 7 év alatt. Igen, most már nem csinálod? Nem, abba hagytam. Elég volt, mi? Igen, bőven elég volt. És most mit csinálsz, Timi?
Jelenleg egy irodában dolgozom asszisztensként. Nyugisabb meló, nem? Egy kicsit. Most már te vagy az, aki a mikrofon felé nyúlogat a cégedben. Majd meglátjuk, most lesz majd karácsonyi partink, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Hányan vagytok a cégnél? Hát, ha az összéget mondom, akkor ilyen 1000 körül. Hú, az nagy fogó, de csúnya. Az szép, egy 1000 fős buli. Az jó. Tibi, köszi, hogy elmondtad. Köszönjük szépen, köszönjük szépen, sziasztok. Hello. 1000 fős buli, gyereke. Ez jó. Az jó lehet, igen. Karácsonyi buli nálunk, az ügyvezető összeverekszik a cég ügyvédjével, mert a számon kérte, hogy miért nem kaptak fizetésemelést a dolgozók. Telefon a halászlében, kergetőzés az udvaron. Nem zseniálisak? Nem zseniálisak? Nálunk van egy kolléga, aki céges bulikon gajrészegre issza magát rendszeresen. Először csak okoskodik, aztán átmegy kötekedőbe, leveszi a felsőjét, mert ő a kemény legény. A csúcspont az, amikor annyira totára issza magát, hogy előveszi a gatyájából a szerszámot, jaj, és azt kiabálja, hogy én vagyok a király. Mindenki lelép a buliból, mert egy adott ponton kezdi el, és ez már elég kiszámítható, úgyhogy mindenki távozik. Gyökér küldte nekünk. Hát jó, igen, szóval mindenhol van azért ilyen. Ez abszolút kiderül, hogy minden cégnél van. Nálunk nincs nagyon, mondjuk elég visszafogottak a céges buli, kevesen is vagyunk, meg... Majd most. De most csütörtökön. Most csütörtökön van a céges buling, de... Csinálunk valamit? Valami jó kis... Hát nem szoktunk nagyon. Hát... Mondjuk másnap adás. Igen, úgy mondjuk. Picit nem is azért jönni, ezt már mondjuk. Tessék? Már előre mondjuk, kicsit később jövő. Jó, ha nem lenne adás, vagyunk azért azok a nagyon félmesztelenül a bowling pályán csúszósak, nem? Tehát ez mert nem... sosincs bowling. Igen, de, ja, de mindig van bowling pályán. Én picit várom, hogy Zsül egyszer robban. Szerintem ez lesz az. Ez a Zsül éve. Képzeld el, hogyha ő lenne az. Ő lenne a vegytiszta kötekedés. Azt nagyon bírnám, a Zsül egyszer megalakulna, igen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Biztos sokan látták azt a fotót, ami elterjedt az interneten. Hát a kínaiak ugye nagy csodákra képesek. Ők néha körbe aszfaltoznak egy házat csak azért, hogy autópályát tudjanak köré építeni, ha a tulajdonos nem akarja eladni az útépítő cégnek. Vagy az államnak. Mi van azzal a 80 éves bácsival, azt tudod? A zseniális történet. Emlékszel, ott állt a ház az autópálya közepén, úgyhogy a csávó sekicsebe. Sekicsebe, és köré építettek egy autópályát. Ő mondta, hogy nem hajlandó kiköltözni a házából. Hát, ha nem. Ha nem, fogták, körbeépítették. Na és most egy újabb fotó terjed az interneten, és a fotó arról árulkodik, hogy mi történik, amikor Kínában átadnak egy új építésű házat. És hát látszik azért, hogy a kínaiak is tudnak hibázni, ugyanis gigantikus elektromos kábeleket húztak át úgy a lépcsőn, sőt, sok lakáson keresztül, hogy hát nem tüntették ezt el, és kvázi tulajdonképpen csípő magasságban megy át keresztbe a lépcsőn. Óriási. Úgy, hogy azok, akik szeretnének átmenni a lépcsőházon, azok vagy egy Fosbury-vel átugranak rajta, vagy pedig vagy lehajolva, limbózva, négy kéz láb másznak át. És ami még érdekesebb, hogy az, hogy a lépcső nem lehet felmenni, az oké, de hogy az ember kinyitja a saját újépítésű lakásának az ajtaját, nem tud bemenni a lakásba, mert úgy húzták át az áramkábeleket a lakáson, hogy fejmagasságban az egyik lyukból elindul 30 kábel, és beszalad a másik lyukba, úgyhogy azt hozzá is tudsz nyúlni, és meg tudod fogni. Kvázi keresztül húzták, igen, a szobám. Mondjuk, hogy lehet hasznosítani, tehát hogyha valaki gumikesztyűben és gumitalpú cipőben akar, igen, teregetni, mondjuk, igen, az megteheti. A nedves ruha rá a kábelre. De így nem is, tehát hogy a lukkal se nagyon szaroztak már, bocsánat, egy 10x10-est így valamivel kivágtak a csempéből, átütötték a falat, és azon jön ki a kábel. Döbben. Nagyon jó. Hát figyeljetek, itt az egyik vállalkozó nem várt a másikra. Tehát hogy a burkolók már rég befejezték a munkájukat, amikor még az áramosok, a villanyszerelők még sehol nem voltak. Hát kicsit később értek, azt később fejezték a munkát. Nos, nagy ügy. Bizonyám. És látszik a fotón, hogy két ember csodálkozva nézi a kábel rengeteget, hogy mit fognak ezzel csinálni, mert hogy ők valószínűleg a tulajdonosok, akik ugye nem értik. Nem értik, hogy ez a kábel, ez mi a fenét keresett. Mi a fenét keresett. Ez meg mi az úristen. Ez szépen gondolják kínaiul. És a legszebb, hogyha még így sincs áram a lakásban. Aha. Igen. Igen. És hát a lépcsőház is gyönyörűen néz ki, kiütötték a csempét és áthúzták az áramkábelt. És talán arról még nem beszéltünk, hogy amikor az ember tényleg beköltözik az új lakásába, és itt most kifejezetten olyan irányba szeretnénk terelni a témát, hogy nem arról volt szó, hogy amikor te megvettél egy lakást, mert ezt már megcsináltuk és valamilyen rejtett hiba volt, ez volt témánk, hanem amikor te új lakásba költöztél, és nem hittél a szemednek, és nem gondoltad volna, hogy a kivitelező, az építető ezt tényleg komolyan gondolja. Hogy
Amikor levegőt veszek, sípol a tüdőm? Ezt ti is halljátok, hogy megint hangokat hallok? Nem, a hang, mondják neked, hogy sípol a tüdőd, vagy hallod, hogy sípol. Vegyél levegőt? Nem, hogy néha egy beszédnél van ilyen kis sípoló hang. És hogy ez belőlem jön? Aha. Hát belőlem nem. Én nem nyertem egy gumikacsát. Nem, most nem sípoltam. Nem? Szerintem ez te voltál. Hát akkor lehet, hogy sípol a tüdőm. Nem, minden levegővételnél úgy érzem, hogy csipolok, de lehet, ezek mennyi hangok. Szóval írjátok meg nekünk, hogy amikor új építésű lakásba költöztetek, vagy éppen házba, amit megépített az építető, milyen nagy meglepetés várt benneteket. Hát szerintem jócskán vannak ilyen történetek, nem? Amikor valahova beköltözöl, kulcsátadás van, belépsz, és rájössz, hogy nem teljesen ebben maradtatok. Nagy szellőztetés után becsukni az ablakot, de nem lehet becsukni az ablakokat. Nem lehet becsukni az ablakot, nem az a burkolat van fönt, nem folyik víz a csapból, rossz helyre van bekötve az áram, és hát nem rendeltetésszerű a használata annak a bizonyos dolognak. Én újra csempésztettem a félfürdőszobát, kértem egy kábelt ki a tükör fölé, és ezt ő úgy értelmezte a csávó, hogy 2,5 méterre van fölrakva a csempe, hogy ott jön ki a kábel, de kívül lehozta. Aha, a 2,5 fölment a izé mögött, a kábel fölment. Igen? A csempe mögött, ott kilógatta, és visszafelé ezzel a fehér műanyag. Ne! Nagyon jó! Te az a kábel, amivel ilyen csatorna, ipari helyeken szokták, igen, egy ilyen fehér csatorna, amivel így lejött a kábel. De szép! 1,80-ig, ahova kértem, hogy jöjjön ki. És nem rakott be egy lámpát, ilyen műanyagrácsos burkolattal? Igen, az nem volt. És mondod neki, hogy tesó, azért ezt így el szokták tüntetni, vagy léci, tehát ez nem annyira esztetikus. Igen, azt kérném, hogy 1,80-nál vágjuk ki a izét, a csempét, kijön, és majd én fölrakom. Nagyon jó, ez nem a kerékpártáról öreg, hanem ez a fürdőszobánk. Lehetne, és ezt fogom nézni egy pár évig. Igen, zseniális dolgokat tudnak csinálni. Tehát most tényleg azok írjanak, akik új, voltak olyan szerencsések, és új lakásba tudtak beköltözni, 0 kilométerrel, nagy átadás, beléptek, és hogy mi fogadta őket, jó? Ezt írjátok meg nekem. 3:48 lesz pontosan. 2 perc múlva szép reggelt kívánunk, mindenkinek itt vagyunk, és egy érdekes történetről beszélünk, mert láttunk néhány fotót, amikor is ugye hát Kínában átadtak úgy egy új építésű házat, hogy behúzták az áramkábelt, vagy behúzták az áramkábelt, vagy az ott volt, és ráépítettek, vagy körbeépítették egy házzal, nem tudjuk, mert hogy ők nagy csodákra képesek. És arról beszélgetünk, hogy kit milyen meglepetés fogadott már, amikor kifejezetten új építésű lakásba, házba, társasházba, családi házba költözött, tehát most kifejezetten tényleg olyan SMS-eket vártunk, amikor is te úgy mentél oda, hogy szűz, kulcsa kész, gyönyörű, új, minden szép, minden tiszta, minden működik. Ugye? Hát ezért költözik az ember, ha van olyan szerencsés helyzetben, új lakásba, hogy hát az tényleg minden rendben legyen. Egészen elképesztő SMS-eink vannak, hogy ki hogy próbált, vagy ki hogy próbálta túlélni az első éjszakát, amit az új lakásában, vagy az új házában töltött. Nálunk az új lakás egyik sarkából fura hangok után elkezdett ömleni az égett zsírszak. Kiderült, hogy a szomszéd szellőztetője véletlenül hozzánk lett bekötve, Jézusom, amit lefettek tapétával. Puszik rá. Azért az nagyon szerint. De ott is egyébként mit gondolt a festő? Tehát, hogy ízed, hogy ma itt van egy... Tegyél rá jó zsírtapétát. Jó lesz az. Rakj el a duplám. Új ház a legjobb ablakokkal, 3 rétegű üvegezéssel, csak éppen becsukott ablaknál a tok és a szárny között ki lehetett látni, és kicsit húzatos volt a szoba. A kivitelező válasza, nem baj, úgyis túl jól zárnak ezek a modern ablakok, legalább szellőzik. Annyira tudtam egyébként. Nem párásodik az üveg. Ki kell, hogy szellőzön a lakás, kell a járat a levegő. Hát ezek az egyes argongázas üvegek amúgy annyira jó zárnak. Igen, gyönyörű, gyönyörű. Itt van Marci, hello Marci, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello, nálad mi történt? Hát nálunk konkrétan úgy történt, újépítő családi ház, ugye. Utca végén utolsó ház voltunk, kötelező a tűzcsap. Jöttem hazafelé, mesterünk a tűzcsapot kocsi felhajtó kellős közepére építette. Hát ez ott látszik, hogy ez egy kocsi felhajtó. Én. És megkérdeztem, hogy ezt most valakon olyan gondolta, mert már vissza volt földelve az egész. És erre megkérdeztem, hogy és akkor most mi a megoldás, hogy ássam ki újra? Hát mondom, szerintem hát ezt így kéne megoldani. Igen, igen. Atya úristen. És elbontották, vagy mi lett a vége? Nem, fel kellett tudni. Hát elbontották, persze, hogy kellett tenni neki majdnem 10 méterrel. Tehát nyilvánvaló, hogy a kerítésnek a legszélje sorokt előre kellett tenni. De ott még érdekes téma, tehát a köműves, mint olyan szimplán kifelejtette a kéményt a házból.
Elképesztő. Egyszer volt, nem tudom, Magyarországon kinemeltem valahol, a komplet 40-50-60 emeletből kihagyták a liftet. Emlékeztek? Igen. Át akartak adni egy felhőkarcolót, úgyhogy elfelejtették vele a liftet. Végig tipálták az esetben. Igen, megvan, jóval, kukatáról. Igen, össze nem itt lehet, igen. A gyerekek a lift. Lift, bossz. És azt megtervezték irodával, kivitelező, azt mindenki látta, nem vették észre, nincs benne. Na jó, hát most vicci a porság. Marcikám, köszönöm, hogy elmondtad, vigyázz magadra. Én is köszönöm, sziasztok, szép napot. Szia. Hello. Hello, hello. Azt mondja, tesóm építetett egy házat, a zsírúj fűtésrendszerből kb. Havi rendszerességgel elfogy a víz, és fel kell tölteni. A szaki meg akarta győzni a tesóm, hogy ez azért van, mert kétféle fém, a részcsapok és a horgonyzott csöveg galván elemként működnek, és szétbontják a vizet hidrogénre és oxigénre, ezért tűnik el a víz. Nagyon jó! De jó, egy kis kémia. Milyen okos? 0 kilométeres kézházat vásároltunk. Első éjszaka kigyulladt az elektromos elosztószekrény, harmadik nap elöntött minket a szennyvíz. Nem volt jó érzés, két évig vártunk a házra, hogy elkészüljön. Ezért az építőiparban mekkora csodák vannak, nem? Nem csak a kínaiak ügyesek, nálunk a telefonkábelt vitték egy csőben a villannyal. Este egész jól nézett ki, mikor ívet húzott a kagyló, mikor felvettük a telefon. Még ha meg is vág egy kicsit, tudod? Gyönyörű. A gyerek imádta a sötét szobába felvenni a kagylót, úgyhogy ívet húz. Kicsim, edd már felé, szíves, csörög a telefon. Apa most nem ér rá. Bementünk az új lakásba, az értékesítő azt mondta, hogy van egy jó és egy rossz híre. A jó hír, hogy lesz szobaszökőkutunk, a rossz viszont, hogy nincs víz a konyhában. Picit elkötötték a dolgot, igen. Barátom beköltözött az új lakásba, és be akarta kötni az új csillárt és a falikar világítást, lekapcsolta a villanyórát, de az áram nem ment el. Végül kiderült, hogy a nappal és az előszoba a szomszédhoz van bekötve. Az lekapcsol, és hát nem... Igen. Na és most legyen sütétség. Jó, de oda itt számláz, az mondjuk nem rossz. Jó, igen, csak te világosban alszol, mert nem tud lekapcsolni a lámpát. Átkopogni. Józsikám, mi még nem fekszünk. Olcsatok már vissza a léci, közi. Nézd meg, Tamás, hello Tamás, jó reggel. Hello, sziasztok, Tamás vagyok. Hello, nálatok mi történt? Hát nálam az történt, hogy 10 évvel ezelőtt építkeztünk, családi ház, és pinceszint, középső szint, tetőtér. És én a tetőteret azt nem akartam beépíteni, de ettől függetlenül ugye padlásról járó, azt természetesen kell hozzákjön, mert hogyan megyünk fel. És lényeg az, hogy a kivitelező, ő nagyon szépen megcsinálta a házat egészen a tetőig, igen ám, csak a padlásföljárót azt kifelejtették. Tehát az áthidalókat megcsinálták, beöntötték, gyakorlatilag gyönyörű szép sima volt a födém, csak éppen nem lehetett fölmenni, de ez nekem nem tűnt fel. Tehát az érdekes az volt, hogy én is kimentem, én is megnéztem, a melósok is ott voltak, vagy 20-an, mindenki ott volt, mindenki látta a tervrajzot, és senkinek nem tűnt fel, hogy a nyílás az meg nincs kihagyva. És este jöttek ismerőseink, és mondják, hogy na hát akkor mutasson már meg a házat is. Most képzeljétek el azt a pillanatot, amikor így mutatok lefele, és mondhatom, hogy na erre lesz majd a pince lejáró, erre meg a, és így fölmutattam, és abban a pillanatban az idő megállt, érted, mert én csak mutattam fölfele, és döbbenten néztem, hogy atya úristen, a padlás följáró meg ki lehet hagyva. Na most a következő napon jöttek, és ütvefúróval szét kellett verni az egészet, de azt tudni kell ugye, hogy ilyen áthidalók vannak, és ezeket az áthidalókat nem szabad félbevágni, mert gyakorlatilag ilyen feszít, nem értek igazán hozzá, de van benne valami acél vagy vas szerkezet, ami, hogyha félbevágod, akkor az egésznek a tartó ereje az sokkal gyengébb lesz. Úgyhogy szét lett verve, és... Hát gyakorlatilag a mai napig is ott meg van repedezve a mennyezet a szomszédos helyzetben. Az az érdekes, hogy 10-20 ember az átmegy, és senki nem veszi észre. Senki nem veszi észre. De tudod, mi az érdekes? Hogy felmentem én is, megnéztem, sőt a szomszéd épületről lefényképeztem fölülről az épület, az én házamat, és még akkor se vettem észre, hanem csak amikor mutatni akartam az ismerősömnek, akkor tűnt fel, hogy atya úr, gyerekek, ez a hol. Igen. Nagyon kevén. Köszi. Mai napig emlegetjük egyébként ezt a történetet. Köszi, hogy elmondtad, Tamás. Köszi. Ciao. Hello. Sziasztok. Ez is nagyon durva. A mellékhelyiség kézmosóját úgy szerelték el fel, hogy beleütközött az ajtó. Nem lehetett bezárni. Azért ezek komoly tervezési hibák, mikor a morzsótól nem tud becsúlni az ajtót. Nagyon szép. Bukarestben van egy új panellakást, most lettek átadva, az erkélyeket az ablak mellé rakták úgy, hogy egyáltalán nem lehet rá kimenni. Egyszerűen döbbenet. Fent van a neten a fotó is, csak most nem tudom átküldeni. Puszi, Anikó. Mert nem azért van, hogy te kijárjál, hát nem? Tetőtéri lakás erkély ajtaját résnyire lehetett csak kinyitni, oldalazva lehet csak kiférni, szerintük ezt így szokták. Ha most a magyarázatok a legjobb. Nehéz lesz, ha állapotos leszek, írja Márti.
A magyarázat a legjobb, így van. Ez a legjobb, ez a rész csap meg a nem tudom milyen a horgonyzott kábel, hogy elbontja a vizet. Elbontja a fém. Mire? Hidrogénre bontja. Kémia. Igen. Az erkély az újépítési lakásnál befelé lejtett. Az első esőzésnél mertük a vizet a szobából. Marika küldte nekünk, gyönyörű felismerés ez is. Azt mondja, Gödöllőn újházban a melegvízre kötötték rá a vécét úgy, hogy melegvíz csak a slózin volt. Kézmosás? Drágám, megyek kezet, most én rendben van, de húzd le magad után. Atya úristen, de vannak tényleg nagy csodák. Nagybátyám új háza a kész, első szellőztetés, ablak kinyit és le is esik. Az összes fordítva volt berakva. Szerinted mit érzett a kőműves, amikor vakolta? Hogy az neki tényleg nem tudta fordítva? Együtt tette be. Hogy berakták. Igen. Mert ezt úgy szokták, hogy tokot külön beteszed, aztán fölteszed rá az ablakot, nem? Igen. És ő együtt rakta fordítva. Hát... Igen. Ferivel lakom majdnem egy házban, az erkély ajtó 45 fokban nyílt, mert beleakadt a mellette lévő ajtóba. Komoly harc volt, mire elismerték, hogy az ajtónak minimum 90 fokban kell nyílnia. Csodás sztori. Lakópark földszint, a terasz bruttó egy méterre volt a talajszintől, mikor rávilágítottam, hogy mintha lemaradt volna a lépcső, akkor a szaki csak pislogott. Érezte ő, hogy valami hiányzik. Mondta. Jó, hogy mondtam, mert a többi 10 lakásnál is elfelejtett. Jézus, Atya úristen! Tehát a teraszról nem csinált lépcsőt. Érezte, hogy valami hiányzik. Aha. Érezte ekkora duma? Igen. Éreztem, hogy valami de hiányzik. De jó, hogy itt van főnök. Mutatós, de valami itt nem smakkol. Atya úristen. De a duma óriási. Éreztem, hogy valami hiányzik. Festőként dolgozom, kifestettünk egy lakást, szerettük volna szellőztetni, csak hogy az ablak kilincs kívül volt a harmadikon. Tehát fordítva tették az ablakot. Ott valószínűleg. De hogy teszed be fordítva az ablakot? Igen. Hát azért én nem vagyok építési vállalkozó, se kivitelező. Megfogok egy ablakot, és berakom a helyére, és ha nincs kilincs, hát azért azt laikusként is észreveszem, hogy ez valami nem, gyerekek, a rohadt életben valami nem. Egy gyors teszt biztos van a végén, amikor már megtettem, hogy igen, kinyitom, becsukom. Tehát ott azért valami hiányérzet kellett, hogy legyen. Távirányítós elektromos lesz biztos. Az is lehet. Igen. Atya úristen. Nekünk a bejárati folyosón fejmagasságban húzták be a vizesek a vezetéket, és a cső mögé közvetlenül tették a villanyóra szekrényt, amihez így nem lehetett hozzáférni. Kérdezném, hogy szerintetek melyik készült el előbb? Egyébként jó a kérdés tényleg. Tehát, hogy így az egyik hogy nem vette észre a másikat. Na jól van, hát köszönjük. Ja. Drága hallgatók, az SMS-eket van sok történet bőven. Azt türelmet. És ugye a legszebb, ha használtam veszel valamit, akkor azt mondod, oké, felújítod, megcsináltad ezt-azt. De a 0 kilométeres lakásra úgy akarsz beköltözni, csak berakod a cuccod, ott vagy, és minden rendben van. Nem? Emlékszem, amikor legutóbb ugye lakótelepen, vagy legalábbis ahhoz hasonló épületben laktunk, magas földszintes, 5., illetve pontosabban a 4., mert magas földszint volt, és ott volt a vízóra, a WC-ben, hátul, a WC mögött úgy, hogy le kellett emelned először egy ilyen 30 kilós vaslapot, de úgy, hogy a fal meg a vaslap széle között kb. Egy ilyen 1,5-2 centi volt, és akkor így kioldalasztál vele nagy lezen, letetted, én nem is tudom, hogy ezt hogy csinálták úgy, hogyha nem volt mondjuk férfi a családban, hanem mondjuk egy törékeny nő volt ott, és itt leemelni, oké, leírt a számot, megfogta, vissza, igen, és kioldalasztál valahogy a WC. Döbbenet, igen. Ide egy hallgató, tök igaza van, ha nem a cíni a melósnak, három dolog nem lesz házban. Egyenes, merüleges és párhuzamos. Igen, de ha sokat adsz, akkor meg ez a három és legyen. És végig durcás. Igen. És még egy esemes, nagyon jó, Kínában 2010-ben feldőlt egy 13 emeletes új társasház. Felborult. Igen. Eldőlt. Na, a kutya fáját. Ott minden rendben volt, csak az alapozásnál. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hát már csak néhány napi Star Wars premier. Oh, és egy csomó kérdés eszembe jutott az ilyen típusú premierekkel kapcsolatban. Egyrészt, hogy honnan lesz jegy. Ugye? Tehát tényleg el kéne már mennem megvenni ezt a jegyet. Mert mi mindig nem vettem meg. De a barik nem vesznek? Mit? Haveri, hogy nem mennek el, nem veszik meg? Hát ők is annyira vannak havazva, hogy most az volt, hogy én veszem mindenki meg. Mindenki a másikra vár. Mindenki a másikra vár, és akkor már küldjem már dátumot, hogy mikor megyünk. De hát ahhoz meg kéne menni egyet.
Hogy van ez ilyenkor? Mikor érkezik meg a kópia, vagy ezt hogy csinálják? Hát azért ez egy különleges sztori, tehát hogy ez nem egy átlag kópia, gondoljatok bele, hogy ezt a világon mindet, ez nem egy átlag film. Itt szerintem csak az adott napon. Az, tehát csütörtökön van a bemutató, ugye? Csütörtökön elvileg, nem tudom, hogy van-e premier, ami szerda este van, de szerintem nincsen, mert ugye szoktak olyat csinálni, hogy csütörtökön a forduló, és szerda este premier előtt mondjuk éjfélkor valamit leadnak. Aha. Minden egyes mozi előtt ugyanabban az időpontban fékez egy lesötétített fekete mafium felirat a barkasz. Igen. Páncélbarkasz. Páncélbarkasz. Na de hogy működik a dolog? Tehát mi a garancia arra, hogy mire ez eljut a gyártótól, a forgalmazóig és a forgalmazótól a moziba és a mozigépészig, ott soha sehol senki nem csinál egyetlen egy kópiát sem. Tehát mi a menete? Megérkezik egy repülőre. Saját változatok. Hát várjál, min van ez? Filmen? Hát, DVD-n? Gondolom egy kis diszken. Hát szerintem már a klasszik filmtekercsen már nincsen, már digitális. Már nincsen szerintem. Na de akkor miről megy? Valamilyen digitális adathordozó. Aha. Tehát diszket tudok elképzelni, CD-t tudok elképzelni, valamilyen adathordozó. Tényleg egyébként még ezt se tudjuk, basszus. Most miről nyomják már ezt? Kicsi pendrive-okat adnak a mozigépészeknek. Ez már olyan kiábrándító, hogy kiszállnak a lesötétített fekete páncélbarkaszból, és akkor adnak egy pendrive-ot. És mi a garancia? Tehát leszáll valahol Ferihegyen egy repülő, megérkeznek a kópiák. Egy fekete lesötétített ankettes. Egy fekete lesötétített ankettes. Kimegy egy fekete lesötétített robúr, ahol belepakolják ezeket a kópiákat, és elviszik az összes nagy moziba. Uh-huh. Jön a mozigépész, aki egy bilincses táskával ezt átveszi, így van, hogy ne csináljon másolatot, ezért még ő se tudja pontosan a kódot. De valakinek akkor tudni kell. Hát na ez az. Majd a vetítés előtt egy perccel minden mozigépésznek megszól a telefonja, a kód 0214. Csattan az aktatáska 0214, berakja a diszket, és el kell kezdeni vetíteni. Így van, elindítja a plégomot, de utána megvakítják, és olmot öntenek a fülébe. Tehát hogy csinálják, hogy a mozigépész és az a sok ember, aki találkozik magával a kópiával, az egyébként soha semmilyen úton, módon nem tudja ezt se lemásolni. Nyilván ezek másolás védettek. Nincs már ilyen, hogy másolás védett. Nincs már ilyen, hogy kitörnek a flopin egy ilyen kis... Istenem, a kazettánál volt. Kazettánál kitörted a kis műanyagot. Nincs, hogy kitörik a műanyagot a flopin, vagy a kazettán, és akkor nem tudod lemásolni az ébredő erőt. Egészen addig, amíg egy szigetől szalad darabban, nem megint másolatóval. Milyen érdekes, egy csomó olyan automatikus működése van az embernek, amit mész, de nem gondolsz bele, hogy veszed meg, hogy jut el hozzád, hogy ülsz be, és hogy lesz abból ott film. Ugye? Van egy ilyen műsor, egyébként valamelyik égi csatornán láttam, ez ahogy készül, zseniális dolgok vannak benne, de ez például speciál nem volt. Nem volt ott. Vagy külön érkeznek a kópiák? Vagy itt egy jön, és azt itt lemásolják? Tehát megérkezik az eredeti, és abból csinálnak 100 másolatot? Aha, lehet. Hogy átküldik számítógépen? Nem, a doldát az utcaton keresztül. Ugye? Igen. Arról letölti. És persze is választasz, hogy az AirDrop-on, vagy Bluetooth-on. Igen, de az azért már fizetni kell, de meg van a lassú. Vagy lehet, hogy ugyanúgy van a vetítés, mint ahogy csinálták. Ugye tegnap elmesélte az a lány, akivel beszéltünk, aki dolgozott benne, hogy mit csak ilyen részeket tudott mindenki. Uh-huh. Lehet, hogy így is, itt is úgy van, hogy több részből tesznek össze. Öt barkasz. Na ezért mondom, hogy ez egy baromi érdekes. Basszus, nem tudom, hogy mi csak oda bemegyünk, megveszük az ücsinket, megveszük a csokinkat, megveszük szinkronos a popcorn. Szinkronos lesz? Lesz az is. Megfeliratos is? Szerintem igen. Vagy csak szinkronos? De nem egyszerre, hanem szerintem lesz belőle legalább 3 változat. Mi a harmadik hangolámondás? Ne, hát nem. Tehát szinkronos, feliratos, mi a harmadik? Azért az érdek, hogy mi a harmadik? Tehát, lesz a képernyő jogfelső sorgában egy jeltolmács. Ja, azért. Igen. Ha viszont szinkronos? Igen. Akkor ezek a kópiák már szinkron stúdióban vannak. És azt mondják Bucinak. Hogy? Te vagy Mark Hamill. Buci megkapja a Mark Hamill-es részeket, de nem kapja meg a többit értelemszerűen. Uh-huh. De a szinkron rendezőnél ott kell, hogy legyen a kópia. Tehát van már, tehát akkor látta. Már itt van, aki már látta. Tehát van, aki már látta. Ne csináld. Miért nem hát mondja el? Buci. Buci már látta. De Buci nem látta, Buci csak a saját részét látja. Tehát abból nem tudod összetenni a történetet. Ez hát nem mutatja. A hangmérnök tudja megnézni, a szinkronrendező. Na de ha ezt ilyen szinten koordinálják, amiről tegnap beszéltünk, ugye volt egy magyar leányzó, aki a produkcióban dolgozott, elmondta, hogy esélyed nincs még a díszletek közelébe se kerülni, és összetenni a történetet, pláne nem is van 50 vagy 100 ember, aki azon dolgozik, hogy koordinálják azt az 1000 vagy 2000 embert, aki a stábban van, hogy
ne menjen el az információ. Figyelj, aki látta az egészet, aki tud mindenről, az a szinkronrendező. Neki látnia kellett az egészet. Nincs olyan, hogy amikor minden egyes szinkronszínész mellé egy szinkronrendező, és csak ugyanazokat a részeket látják. Nem, a szinkronrendező az egész filmet látta, hiszen ő adja ki a munkát. Ez egy érdekes kérdés. A szinkronrendező. Igen. Ők a legszerencsésebb emberek. Tehát lehet, hogy Dezsőfi Rajz Katalin már tudja, hogy miről szól a Jedi visszatér? Szerintem simán lehet. Tehát, hogy akkor ez így ebben a formában lehet, hogy már elképzelhető, hogy ők már tudják. Na mindjárt felhívunk valakit a forgalmazó cégtől, hogy egy kicsit segítsen nekünk, és mondja el tényleg, hogy kerül moziba. Hogy adják oda azoknak, akik szinkronizálnak a szinkron stúdióba. Ki őrzi ezeket a kópiákat? Éjszaka hol tárolják? Hát figyelj! Nyilván nagyon komolyan megbüntetik a forgalmazót, ha ez idő előtt felkerül az internetre, mert akkor az a forgalmazó hibája. Ezt valahol páncélszekrényben tárolják? Tehát van egy szép, ahol már itt vannak a Star Wars kópiák? Igen. Ja, bocsánat, csak azért méláztam egy kicsit el, mert rájöttem, hogy nem csak Dezsőfi Rajz Katalin, hanem Fék György is. Tudja már, hogy miről szól a film, hiszen ő a férje. Aha. Na mi van, csekkoltad, hogy ott mondtam el Dezsőfi Rajz Katalin, amíg is megijedtél, nem? Hogy... Ja, igen. Az jó, hogy csekkoltad, nehogy beleszaladjunk valamit, igen. Na. De és elmesélte vajon neki? Azért nem biztos. Felejtésen csomó olyan dolgot elmond az BK-nak neve aztán. Nem lehet. Nem úgy van, te sem mesélsz el titkokat. Nem mondom el. De visszatér, de ő van a páncélban, de az a maszkos, az a Luke. Nem mondhatom el, nem érted? Ha én veszek egy jegyet, mondjuk most vasárnapra, felveszek egy Chewbacca jelmezt. Mert nekem Chewbacca jelmezben van kedvem elmenni moziba. Aha. Abba megyek moziba, amibe akarok. Uh-huh. Akkor téged nem engednek be. Akkor engem nem engednek be, mert egyébként a Disney engem megbüntet, hogy én ugye használom azt, aminek ők a jogtulajdonosai. Vagy én elmegyek birodalmi rohamosztagosnak egy nagyon nagy nácsosszal a kezembe. Brutál kólával. Jó, akkor ütöm, lejába megcsába a hajam, Viki eljön lejába, meg befonjuk a haját, én meg elmegyek Hánszólóként. Vesztek a Lipótiba két kakós csigát. Akkor engem nem engednek be a moziba, mert a jogtulajdonos azt mondja, hogy semmilyen szinten nem jelenhet meg az, ami ugye hát az ő márkája le van védve, én nem mehetek el Chewbaccaként moziba? Hát eleve szerintem neked Luke-ként kellene elmenni. Akkor Luke-ként elmegyek, oké. Inkább Feri. Így van, de jó, nekem nem kell jelmez. Ja, mondjuk ez is igaz, igen, most már most meg. Nem jelenhettek meg Luke-ként? Nem. Hát mert át mert az figyelni. A Disney? Tehát ők ezt levédik, hogy senki nem mehet el semmilyen fegyverrel, lézerkalddal, műpisztolya, semmivel? És hát most kérdezik, de Vigyoda, igen. Eljössz mellettem, csinálunk neked kis füleket. Most hogy utálnád, hogy elmész a haveréd a moziba, és az előtted lévő sorban ilyen fénykardok állnak fölfelé, okay, meg a birodalmi lépegetőnek beöltözve ülök. De ha csak normálisan ülök Han Solo-ként, vagy Chewbaccaként a hátsó sorban, és néha adok egy ilyen... Nem lehet? De. Megvág a Disney? Szerintem nem. Nem? Szerintem meg egyszerű fanatikus rajongó. Tehát szerintem lesztek még egy páran a jellemezve. Érted, hogy micsoda bizony csata alakulnak ki a birodalmék és a lázadók között ott a moziban, hogyha nem engednék be őket. Mert csak azért kérdezem, mert hallottam, hogy az újságírókat a vetítések külön figyelmeztették, hogy nem vihetnek telefont, ha visznek telefont, le kell adni. Oké, hogy nevet föl. De hogy senki nem vihet fénykardot, lézerkat, tehát semmi nem jelenhet meg rajtad abból, ami a filmben van, mert hogy... lesz majd kirakva egy ilyen, hogy hívják két biztonsági őrt, ilyen fémdetektorral fog állni meg az ajtón, és lesz egy nagy kosár, amit tele lesz dobálva mindenféle fegyverekkel, lézerkardokkal. Hát nézd, ismerve egy-két újságírót, azért egy-egy internetes portáról vannak annyira elvetemültek, hogy egy kicsit beleforgassanak, nekik majd le kell adni. Igen, vagy levágják a bal kezüket. Igen. Vagy a jobb kezüket. Na, van egy kis segítségünk, mert hogy itt van a Fórum Hungári Marketing és Kommunikációs vezetője, Bartók Anna. Hello Anna, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello. Te a forgalmazó vagy egészen pontosan? Vagy igen, ti? Én a filmforgalmazó vagyok, mi a filmforgalmazó vagyunk. Aha. A filmforgalmazó vagytok, hát tele vagyunk kérdésekkel. Te én fogod látni először az országban? Én már láttam. Ne! Ó, szakadozik a vonal, haló, meg fog szakadni. Tényleg, te már láttad?
Na mi van Lukkal? Ki a maszkos? Igen, a sanszos, hogy egy élő rádióban fogod elmondani, igen. Ki a fekete maszkos szit? Igen. A komornyik a gyilkos, hogy itt tessék. Komornyik, tudtam, mindig gyanúsod. Nem mondhatok semmit róla, tehát nyilván teljesen, de nagyon szigorú titoktartási nyilatkozatot kellett nekünk is aláírni, úgyhogy egy szót sem mondhatok. De te milyen sajnos formátumban tudod megnézni? Hát milyen formátumban kapjátok meg egyáltalán? Megérkezik ez repülőn? Ugye a le kell vetíteni a Kórhatárbizottságnak is bizonyos idővel előtte, hogy megkapja a besorolást. Igen, és ezt a Kórhatár besoroló vetítésen láttuk egy moziban. Kórhatárbizottság, és ott ül a bizottság, ilyen őszöreg apók, anyukák. És ki egy püspök van benne, Balázs Fecó. Ki látszott a Leila válla? Balázs Fecó, Frenreis, és Kövér László. Igen. Néhányan az elem által, és Kövér László, és akkor ott eldöntik, hogy így van. Szüljünk, vagy ne szüljünk. Megnézzük, hogy miért kardoznak, úgy, hogy nem szülnek. Ki az a nő kakorcsigával a fején? Miért nem inkább gyereket szül? És akkor ezen te láttad, vagy ezen ti is láttátok? Így van, igen, ezen a bizottság és a kollégáim. Oké, okay. Most egészen apró részletek érdekelnek, hogy hogy érkezik meg a kópia tejet. Kaptuk egy hírt, landolt Feri egyen a kópia. Kimentettek tényleg egy Lada Nivával, vagy egy Barkasszal, vagy egy százaskodával, vagy Mercivel, tök mindegy, és megkapjátok egy lezárt dobozban a kópiát? Vagy az hát átküldik digitális formátumra. Hát egy kombi 15-ös sem megyünk, hogy befényelni. Amíg jó állóvá tettetek néhány USB lappal. Így van. Igen. És hogyha látsz a városban ilyen stormtroopereket, akik ilyen rohamosztagosokat, akik egy ilyen kis szerszámos ládával szaladgálnak, az a kópia maga. Ott van a kópia. Ott van velük a kópia, igen. De tényleg egy digitális formában küldik át, vagy ez valójában igen, megérkezik? Átküldik? Nem. Tehát ez nyilván olyan nagyon sok részletet nem mondhatok el erről, de hogy az egy általános dolog, ez minden filmnél így van már, hogy nincsen már filmszalag, tehát nem tekercsök érkeznek, és egy iszonyú tömegű kópia halom, hanem amit most már kópiának hívunk, az valójában egy digitális dolog, tehát ezek merev lemezek valójában, és ezek konkrétan ilyen pici kis szerszámos ládákban érkeznek. És akkor jön a jogtulajdonos a Disneytől, és egy nagyon nagy Disney pólóban átadja a reptéren a forgalmazónak? Vagy a gépeiről valaki leszedi, és onnantól kezdve az ő kezében van. Nem, ezt átadják a forgalmazónak, és a forgalmazónak többek között ez is a feladat, hogy eljuttassa a moziba ezeket a verevlemezeket. De te egyet kapsz, nem? És akkor ti másoljátok le a szinkronosat például. De ezek azok a részletek, amiket lehet, hogy nem lenne szabad. Általános dolgokat mondhatsz. Az a lényeg, hogy a mozik, de egyébként általában úgy szokott lenni, természetesen ez nem biztos, hogy ennél a filmnél is így van, hogy nem lehet ezeket itthon másolni. Tehát ezeket nem lehet itthon másolni, hanem ezeket előre megrendeljük, és annyit kapunk belőle, amennyit kértünk. És ti hogy tudtok vigyázni arra, hogy például a szinkron stúdióból ne menjen ki a részlet, amit nem akartok? Hát ott a színészek nem is, de a szinkron rendező lehet, hogy látja az egészet például. Azért ez nagyon-nagyon ügyesen ki van találva. Egyrészt a szinkron stúdióval nem mi vagyunk kapcsolatban, hanem a Disneynek van egy külön részleg erre, aminek az a neve Disney Character Voices International. És a stúdió velük szerződik, és ennek a filmnek az esetében olyan szigorú titoktartási nyilatkozatot kellett aláírni a szinkron stúdiónak is, hogy még nekünk sem árulhatnak el semmiféle részletet erre. És még a biztonság idején néhány gyereket is túlszul ejtettek a szinkronizáló családjából. Ha mondjuk valahogy kikerül, akkor nektek anyagi felelősséget is kell vállalni, hogy ugyan mindent megtettetek, és ti sem tudjátok, hol volt a lék a rendszerben, de valahogy kikerült. Tehát van egy ilyen opció a szerződésben. Lajos azt mondta, hogy átviszi a Corvinba. Igen, csak elhagyta a 3-as metron befelé a Feri 1-2-re. Igen, egyébként kerültek már ki fotók a kópiáról, nem tudom, hogy láttátok-e Amerikában is, és itthon is, hogy megérkeztek a mozikba. Uh-huh. Jó, de ők már 1000 évig sarlak gyomlában égnek. Őket már igen. A Disney. Már tudjuk, hogy kik azok. Bocsánat, hogy mi is volt, tehát, hogy az anyagi felelősség. Az anyagi felelősségen gondolkoztam, igen. Mit mondhatsz hát, nekünk a filmről? Ki tudnál csengetni, hogy legyen otthon egy kópiája? hogy tudnánk, hogy el lehet azt intézni, hogy mi hárman valamikor megnézzük? Nálad. Én viszem a kaját. Nálam. Hát isteni barbecue csinálok. Azt gondolod, hogy nekem van itthon egy ilyen vetítőgép, amiről kópiákat tudok vetíteni, sajnos csak egy kisebb projektorom van. Tehát erről nem fogjuk tudni levetíteni, de úgy tudjuk elintézni, bár úgy tudom, hogy erről már hivatalos megkeresés is érkezett felétek, de nem, hogy nem minden jut el. Holnap este esetleg egy vörös szőnyeges díszbemutatót tudok felajánlani, hogyha ez érdekel benneteket. A napolitokban? Nagyon sok
Nagyon sok beöltözött rohamosztagossal. Na most várjál, nekik be lehet öltözni, mert mi azt hallottuk, hogy nem lehet úgy moziba menni, hogy jelmezben vagy. Igen, ez egy új biztonsági előírás a mozik részéről. Ja, hogy ne bemenjen egy terrorista. Igen. Hát gyakorlatilag azért is, tehát ez egy új szabályozás, hogy maszkban, illetve fegyvernek látszó tárgyal nem lehet bemenni a moziterembe. Igen, igen, hát ebből már tehát, volt probléma korábban. Igen. De ha akarok, mondjuk Han Solo-ként bemehetek fegyver nélkül abban a ruhában, azért igen. Nem bánt a Disney, igen, nem? Igen, azért nem bánt senki. Tehát hogyha te otthon fogod magad, varsz magadnak egy Han Solo ruhát, és abban elmész moziba, azzal semmi probléma nincs, csak fegyvert ne vigyél magad, illetve maszkban ne menj. Az, hogy holnapon céges bulink van. Ajaj. Holnapon céges bulink van. Ma éjszaka nem tudjuk megoldani. Ma éjszaka. Éjfél után, az már csütörtök. Éjfél után, nem lehet valahogy egy ilyen... Vagy hajnak. Nem kell nekünk egy nagy mozi, most beülünk mi a Puskinba, vagy az Urániába, vagy valahogy. Igen, az Alfa. A Vörös Martival. Hát akkor már az IMAX terembe kellene bevonnotok, nem? Az is jó. Egyébként nagyon jó ötleteid vannak. Igen. Tényleg, ezek használatok. Meg azt nem lehet, hogy holnap hajnali, mint én 3:30-tól megnéznénk, és 6-ra bejönnénk dolgozni. Esetleg holnap reggel el tudtok jönni a sajtóvetítésre. Hánykor van a sajtóvetítés? Hát ezt nem fogom elmondani élőadásban, mert nem szeretnék még 150 másik embert látni, akik oda jönnek, de ezt adáson kívül szívesen megbeszélem. Ezután? Hogyha van kedvetek. Hogyne, mindenhez, persze. De ez nem arról szól, hogy nem akarunk magunknak venni két jegyet, hanem arról szól, hogy minél hamarabb hagyd nézzük meg, mert óriási Star Wars szemek vagyunk, persze. Tehát, hogy... a holnapi napot. Jó, mondjuk itt, vagy este. Itt ragadnám meg a lehetőséget is jelezném, hogy 23-ára van egy eladó jegyem. De remélem az egyik népszerű aukciós portálon, mert legalább 7000 forint per darabja helyet árulod. Igen, simán lehet majd ilyeneket látni. Vannak már ilyen. Igen. Na valamit. 1-5-ig mondj egy számot, akkor tessék. Legalább azt, hogy milyen. Na, annyit elmondhatsz, hogy 6-os vagy 2-es? Ő a forgalmazó, 5-öst fog mondani. 5 plusz. Tehát egy 1-5-ig terjedő skálán, ami 5 a maximum. Ezt dősdelte? Nehéz, de nem fogják érteni az emberek. Te egyébként nézted az előző részeket? Vagy nagy Star Wars-en vagy szeretted, de nem tartozik a kedvenceid közé? Nem vagyok, tehát egy képben vagyok ezzel kapcsolatban. Nem vagyok a legnagyobb rajongó. Vannak a környezetemben olyanok, akik nagyon nagy rajongók, úgyhogy nem tudom, egy ilyen közepes. Kedvelem. Mondjuk így. Szerintem gyengébb, mint a Volt egyszer egy Amerika. Volt egyszer egy Amerika, igen. Vagy a valami Amerika, igen. Vagy a Vicky Krisztina Barcelona. No, oké. Okay. Na, hát nagyon szépen köszönjük. Érdekes dolgok ezek. Ötös. Jó. Szeretnék mondani akkor erre. Jó, hát nem is nagyon tudom. De ez ilyen szemét kérdés, az ember nem is nagyon mondhat mást. Jó, de nem, remélem, hogy nem fogtok csalódni. Nem, biztos, hogy megnézzük, aztán beszélünk jó, róla. Én akkor viszem a nachoszt, te csak a mártogatót, jó? Ott vagyunk nálad este, na. Köszi. Jó, várlak benneteket. Ciao, köszönjük szépen. Hello, Bartók Annával beszélgetünk. Hello. Nem vagyunk meg, még nem érzem, magam ott a nagy bőrfotelben. Még nem vagyunk ott. Nem, ebben ezt jól érzem. Ilyet, hogy Jani ott van 23-án, de te még nem vagy. Miért nem megyünk el holnap a sajtóvetítésre? Hát miért nem mennénk? Letesszük a lantot, mondjuk akkor 9-kor, ha úgy kezdődik. Egy órát lecsípünk, és délelőtt megnézzük a filmet. Nem azért, hogy megsporoljam, hanem irigy vagyok a többi embere, hogy előbb látja. Érted? Tehát én mindig azt szoktam meg, hogy jön egy nagy filmörület, lecseng, és akkor beülök majd 2-3 este, és megnézzük tök üres moziba, imádom. De most mindenkire kicsit irigy vagyok, aki előbb látja. Illetve tudom, hogy vagyok annyira kíváncsi, hogy elolvasnám utána a kritikákat. És megőrülnék attól, hogy úgy olvasom a kritikát, igen, hogy nem bírok leállni. A film nem érdekel, de irigyeljenek ők téged. Rohadtul nem érdekel a Star Wars. Csak hadd mondjam el, hogy ott voltam. Nem, de hogy is. Hát, között láttam. Mert holnap már írnak erről kritikákat. Ugye? Vagy hát csütörtöket, tehát a pénteken már, mint az Origo, az Index, aki hát már vetítik, tehát hogy igazából írhatsz róla. Ott belefutsz valami spoilerezésbe, és oda az egész áhítat. Hát ezt nem szabad megvárni. Meg végre egy csomó újságíról összefuthatnak, és össze is verekedhet. Az meg a másik, hogy az ilyen rendezvényeket különösen szeretem, mert tudok beszélgetni egy-két emberrel, és el tudom kimondani személyesen is, hogy mit gondolok róla. És az ő munkásságáról, ahogy ő is elmondhatja, hogy mit gondol az enyémről. Anna, kérdezzál meg, Léci, mikor van sajtóvetítés? Meghívlak benneteket egy sajtóvetítésre, a vendégeim vagytok. Vagy... Csak 5 percen ezelőtt hangzott el, a vendégeim vagytok egy sajtóvetítésre. Hogy hármunkat várnak. Velem tartotok? Veled. Ez olyan, hogy celebek,
És ott a sajtó, vagy a sajtó munkatársainak vetítik le, de nem celebek vannak. Szerintem nincsenek celebek. Tehát az a vörös szőnyeges este, és a... Igen. Aha. Így van. Ugye a sajtónak. Sajtó. Valamikünknek írni kell róla. Már csak alibiből. Hát miért? Hát majd elmeséljük. Én írok a Kutyák és Lovak magazinba egy cikket. Az nagyon jó. Én meg a Várak csöcsökrémesek. Jó, megírjuk. Kutyák, Lovak, Várak csöcsökrémesek. 7:30 múlt pontosan egy perccel. Feri helyett szívesen mennék, ő úgyse tudja, miről szól a film. Egyébként tényleg így van. Te maradj otthon a tűzhely mellett. Jó. Szűjjél nekem gyereket, maradj otthon, és vigyünk el egy hallgatók. Tényleg, mert neked fingod nincs, hogy kicsoda. Nekem aztán tényleg nem. Hát érted, hát most próbálod bepotolni, de azért nagyon nem vagy Star Wars fan. Nem, egyiket se láttam. Minek vigyük el? Amikor szélesebb a csípője, mint a vállam. Hát, hogy tudjak szűrni. Igen, hát tudod, hát, mi van. A női principium. A női principium, hogy szűrje nekünk sok gyereket. Ha nem ezt csinálod, nem is vagy nő. Ugye? Így van. Egyesek szerint legalábbis. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan. 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és azt nézem, hogy van-e valami hírünk a Szentendrei útról, mert hogy hatalmas a dugó. Ha valaki ott jár, hogy arra vagytok, küldjetek már nekünk egy-két infót, léci, csak hogy tudjunk segíteni, mert nem jött új. Nem jött új, és nem tudjuk, hogy mi a helyzet. Hatalmas baleset volt Aquincumnál, ott a római fürdő környékén, két autó egy kamion ütközött, emiatt visszadugult már a forgalom egészen Békésmegyerig. És többen kérdezik tőlünk, hogy segítsünk, mi a helyzet, állnak a dugóban. De nem látjuk, hogy mi történik. Nincs új információnk. Elvitték, nem vitték, három sávról egy sávra szűkül, vagy már újra megnyitották a három sávot, úgyhogy küldjetek, jó? Annyi jött, nem? Hogy már csak egy sávban állnak a kocsik talán. Igen, most annyi Lenovo megfejtés jön, úgy hirtelen nem is látom. Rakom a megfelelő kategóriába, hogy tudjuk majd valakit visszahívni, de mintha az jött volna közlekedésileg. Igen. Azt mondja, Bali, ha Feri helyett mehetek veled a vetítésre, levágatom a hajam, és parókát csinálok belőle neked. Vörös hajszín jobban áll neked, mint a tekegolyó. Na, nem, most már legolyózzatok ki, mert kezd érdekelni ez a sztori. Szerintem én egy nap alatt föltok ki. Tehát ha ekkora őrület van, azért ott kell lennem. Meg ha mentek, akkor megyek veletek én is. Én nem tudom, a legmenőbb dolog úgy eljönni, hogy fogalmad nincs, hogy mi ez. Hogy az én megnéztem. Az a legkirály. Hát, hogy megnézném, ha már ez van, meg így megvan őrülve, értem mindenki. Érdekli így az embereket. És beülsz majd egy indexes, meg egy origós újságíró közé, és bögdös körülket. És kérdezem, hogy ő kicsoda. Ő kicsoda? Hülye! Ő a Csubakka. És ő kicsoda? Ki az a Csubakka? Hogy ő a Csubakka, azt értem, de ki az a Csubakka? Igen. Fel kell készítenünk holnapig téged. Jó. Fel kell készítenünk, jó. Nem vagyok hajlandó megnézni a film az első hatot holnapig. Hát pedig ez igazából ez lenne jó. Tehát nem tudom megnézni. Bár szerintem egy premierre igazán menő úgy eljönni, hogy fingod nincs, hogy kicsoda. Ja. És mindenki meg akar halni, hogy ott legyen. Te meg besétálsz, hogy hello srácok, melyik ez a film? Mit nézünk most meg? A bajok mondták, hogy jöjjek. Hol vagyunk? Ez mi? És akkor meglátnod a Hansról, hogy Indiana Jones! Igen. Hogy Indy! Ez nem az. Ez nem az. Jó, ez jó. Igen, igen. De most ha így azt mondjátok, hogy a 6 filmet nem tudom megnézni, de egy ilyen 10 percet rászánunk majd 10 igen? után, akkor mit fogtok elmesélni a 6 filmből? Az alapsztorit gyorsan elmondjuk, hogy miről szól. Aha. Hogy ki a jó és ki a rossz, és jó. Ki kivel küzd, és mit kell tudnod. Hát nem tudjátok, hogy mi van ebben a filmben. Tehát na jó, de ha fel tudunk úgy készíteni, hogy értsd, hogy most hol tartunk a történetben. Aha. Nagyjából. Aha. Tehát, hogy most mi történik. Aha. Valójában. Erre fel tudjuk készíteni. Hát jól csinálj nézőpont a kérdésre, mert szerintem a szitek a jók. Igen. Hogy kérdés, hogy ki kit tart jónak, igen. Igazából a 4-5-6 a lényeg. Aha. Igen. Milyen 4-5-6? Azt kell megnézni. Hát a 4-5-6. Ja, a filmből. A 4-5-6. Az 1-2-3-at felejtsd el, azt láttad? Nem látom, hogy láttam volna. Azt se láttad. Hát, ha látnám, akkor már tudnám, hogy most jó. Mi következik. Drága hallgató, egy mondatban írjátok meg a film lényegét. A legszellemesebbet megjutalmazunk egy ajándékcsomaggal. Készítsük föl Ferit, hogy holnap ne üljön ott teljesen sután. 2 óráig, hogy fogalma nincs, hogy mit néz. Egy mondat, amiből minden kiderül a Star Wars univerzumról Feri számára. Igen. A jó, a rossz, a gonosz, az erő, minden ha. Legyen benne, de egy mondatban jellemezzétek, hogy ez miről szól ez a 6 rész most jelen pillanatban. Ha a fogalmad azért van a dologról, minimális, hát, nem? Hát beszéltetek már róla ti is, ezért körülbelül tudom, hogy lövik egymást hogy lézerrel. Ki van ennyi. Kivel? Ki van kivel? Azt nem, hogy lövik egymást lézerkarddal, ezt tudom. Leia és Luke között milyen kapcsolat van?
szerelmi. Szexuális. Ők járnak, és tőlük érfertőzők. Tőlük született a Csubakka. Igen, tőlük született Csubakka, és a keresztapjú Csaba. Igen. És az unoka testvérük jön, és az egész egy nagy vérfertőzés. Igen, Csubakka tulajdonképpen a lukhátáról leesett, kiszörösödött a vathús, ami öntudatára ébredt vathús a Csubakka. Igen. Jó, mit kérdezzek még? Csak hogy tényleg, hogyan tudnánk felmérni egyetem? Milyen állapotban, ugye, amikor elmész nyelvvizsgára, ott is felmérik, hogy körülbelül hol tartasz, hogy milyen nyelvtanfolyamra iratkozzál be, amíg eljutsz mondjuk a középfokig. Tehát ez egy felmérő. Nézzünk felmérő jellegű kérdéseket. Mit tud Feri erről az univerzumról? Hogy holnap 10-ig azért valamennyire felkészítsük, ha elmegyünk. Kivel van az erő? Velem, ha gittelek. Ha erősen kell nyomni, akkor erő. Igen. Hát a Fekete Lacival. Ja, tényleg. Fekete Lacival, ő vele van az erő, és akkor a Darth Vader az a fekete, sötét nagyúr. Nincs csak még egy ilyen ember. Tiszta forrásból, házivágásból. Jó, oké. Akkor, várjál. Jó. Ki Luke Skywalker mestere? Milyen mester? A mester van a cukrász, mert pékmester. Ezeket tudja, de hogy... Ott a helyet holnap 10-kor, Feri. Ott a helyet holnap 10-kor. Aha. Luke Skywalker? Így hívják? Ez Skywalker. Így még sose hallom. Skywalker. Égjáró. Égjáró? Égjáró Luke? Égjáró Luke, így van. Ki lehetne? És van neki egy mestere. Van-e? Hát van egy több mestere is volt, de akkor egy, nevezd meg Luke Skywalker egyik mesterét. Így szól az első kérdés. Figyelj, most jöjjön egy beugratos kérdés. Tessék. Kik a mester? Adjatok három választ. Ki lehetne inkább Schobert Norbert páciense, a két szereplő közül, az egyik Jabba, a másik pedig Boba Fett. Hát a Fett. A Boba Fett. A Boba, mert ő Fett. Igen, hát persze. Jó. Milyen, ez a legegyszerűbb, rokonsági kapcsolat van Luke Skywalker? Igen, Róluki. Hogy mi? Róluki? Igen. Mi van? Igen, Róluki. Igen, Róluki. Skywalker, igen, és? És nem sem akarom a legközhelyesebbet mondani, van még más, és Beru néni között. Ki? Az a Beru néni. Három évig játszottunk. Hát azt tudom, hogy játszottunk. Beru néni Luke-nak. Beru néni egy mezőgazdász, azt tudom, nem, mert farmja egy van. Egy bejáró nője volt. Jó, az éveken kell. Ő neki farmja volt, párafarmja, azt tudom. És hogy mi hányszor köze a Luke-hoz? Hát egy héten együtt Owen bácsi és Beru néni. A részek buckalakokkal. Hát így Beru néni, tehát ő egy idősebb, akkor ő Luke anyukája. Az a baj, hogy itt nagyon nagy a sötétség. És mondjuk miért ebből nem? Darth Vader erőt merítene, tehát ez nem jó. Egyelőre te még a sötét oldalon vagy, több benned a sötét, mint a jó, úgyhogy át fogsz állni előbb-utóbb az erő rossz oldalára. A Luke-nak a Beru néni... A széleszőr. Melyik fénykard, igen, színe jelenti a jó színt? Tehát több színű fémkard is van. Ez fémkard. Fémkard. A fémkard. Melyik lézerstukker? De a fémkard. A fémkardok azok fémből vannak, tehát az egyszínű, fémszínű. Milyen két alapszint ismerünk a fénykardnál? Alap. Fehér meg fekete. Gondolom. Teljesen hülye. Nem? Hát de most miért? Várja, a piros biztos van. Piros ember, és sárga. Csak ember, mint egy piros és sárga. Oké, piros és sárga, de akkor a sárga színű fénykart felvillanása után milyen színű fénykart következik? Piros. Keresztbeződés. Piros. Haver úgy villan. Kiknek van piros fénykardjuk? Hát nyilván a Jediknek. Még van másnak is fémkardja? Mint a van, Jedinek? De nem. Tehát a Jedinek nincs piros fémkardja. Neki nem. Akkor másnak is van fémkardja, így mint van, a Jediknek? Másnak is van fémkardja, de másnak van piros fémkardja. De akkor kik, akiknek a piros van? A nem Jedik. Ez a srác, ez jön fel. Holnap ott vagy. Jó, meg vagyok, ott vagy. Hát ott a helyet holnap 10 órakor. Akkor a Jediké a sárga, és a nem Jediké a piros. Vagy nincs sárga? Már majdnem, az nincs annyira. Nincs sárga. Nincs annyira. Figyelj, akkor végezetül egy nagyon egyszerű kérdés, de tényleg. Ez nagyon alap. Hol? Igen. És az egész, de hol? Mi? Igen, de mi? Hol? Igen. Írj egy hallgató, hogy miért jó a sötét oldal. Feri, miért jó a sötét oldal? Mert ott kevesebb a villanyszámla. Atya, úristen. Robertsnak köszönjük. Köszönjük szépen.
Na jó van, hát van még mit behoznod, Ferenc, van még mit behoznod. Jó, holnapig rámegyek, de mondom, a filmet nem tudom megnézni, vagy a filmeket, de akkor holnapra fölkészülök. Holnapra készülj föl belőle, jó? Elmegyünk a sajtóvetítésre. Nem várunk, nem várhatunk, nem ott kell lennünk. A piros szőnyegen nem tudunk menni, meg azt nem is szeretjük, mert egyikünk se olyan, hogy ott nagyba vonuljunk, meg mutogassuk magunkat, de számítok rátok. Tehát te megvetted a jegyeket, már tudom. Az a baj, hogy akkor nem ülhetek be a barátaimmal úgy a moziba, hogy én már láttam. Az árulás lenne. Akkor nem együtt éljük át. Szerintem azt a legnagyobb élményt, lenne, hogy minden egyes jelenet előtt. Amit az okoz majd, amikor kiderül, hogy nem odaszól a jegyük. Vagy nekem igen. Valójában nincs. Minden egyes jelenet előtt lelőnéd a poént. Igen. Képzeld, megnézed, bemész a haverjaid. Most az lesz, hogy... Vigyázz, luk mögötte! Hogy szeretnének a mozikon? Nézd, én is megértem a barátaimnak, hogy együtt megyünk el. De bármikor szemben tudod őket de egy másodperc alatt elárulom minden... őket, a szárból szép. Tehát, hogy nagyon szeretnék egy gyerekkori barát. Minden undorító dologban már nincsenek benne. Nem fognak elmenni veled együtt. Abszolút el tudom őket ezért árulni, és ezt meg fogják lenne. Érteni. Megnézed, elmentek, és akkor fej. Én már tudom, ki a sötét maszkos. Én már tudom, hogy miben halsz bele van. Én meg tudom, hogy kit fogok megütni. Igen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Gangsta Zoli megérkezett hozzánk. Zoli, hello, ciao, már ott vagy. Hello. Sziasztok! Jó reggelt! Köszönjük benneteket. Hello. Szeretettel és tisztelettel béke testvéreik. Hello. Itt van velünk. Peace. Gangsta Hopkins. Peace. A tuskó helyet mondtad. Nem, a Bernard. Persze. Annyi, hogy ez is egy cég, csak ez most nem egy céges buli. Tehát mi még dolgozunk. Tehát nem kell ezt felfújni, ez egyszeri eset. Tehát egyszer volt Budán kutyavásár, de akkor nagyon. Figyelj, a következő évre rendezted a sorokat. Tehát most picit úgy, majd akik az első sorban állnak, tudják, hogy jó, mit, hogy s miért, érted? Hidd el, nem ez volt a célom. Na, de ne rohanjunk ennyire előre. Kívánc tisztelettel, vezess föl, légy szíves, ahogy te azt tudod. Beszélünk magáról a történetről is. De akkor indítsuk kronológiailag sorrendben, hogy jó. Hogy történt, mi történt. Milyen cég volt? Azt tudhatjuk, hogy milyen hát céges buli? Szabad ezt mondani? Ez nem a Duvenbeck volt, kérlek szépen, egy logisztikai cég. Egy logisztikai cég. Valami, Csak hogy értsük az ott dolgozók mentalitását, hozzáállását, esetleges kirohanását. Egy logisztikai ugyanolyan, cég. Mint máshol egy céges bulin, okosra iszák magukat néhányan, mert különben a többiek. Tehát például mondta nekem valaki, hogy itt nagyon kulturált emberek szórakoztak velünk egyetemben. Igen, nem szabad azonosítani. Mi is kulturáltak voltunk, igen. Hiába mosolyog a János. Igen. Egyedül egy úrra nem sikerült kulturálásra szórakozni, de ez is megérthető, mert ő annyira ünnepelte ezt a címet, amit ott kapott, ugye az év dolgozója, hogy valószínűleg okosabbra itta magát a kelleténél. De ez sem baj, csak aztán ugye volt a koncert, ami nagyon jól sikerült, és tényleg mindenki jól érezte magát, óriás, előre jött az, mindenki fölállt az asztaloktól, előre rendes koncert hangulat. És akkor jött ez a srác, és végig, anyád, köcsög. Tehát úgy kell elképzelni, hogy te álltok a színpadon, mint céges buli, ugyanúgy építenek nektek egy kis színpadot, állnak. Nem is kicsit, igen. Nem is kicsit, igen. Nagyon. És van egy kordon, egy nem volt semmilyen kordon, nem szokott erre szükség lenni. Aha. De tényleg 20 éve működik a zenekar, és hogyha volt három balhénk ilyen jellegű, akkor sokat mondok. Tehát az egy gengszterebb zenekar életében 20 év alatt három balhé, az nem olyan sok. És igen. Egyik se volt lövöldözés, tehát igen. Semmi. Ez tulajdonképpen semminek tudható be. A gyöngyösire emlékszem, igen. Igen. És az 90-es évek végén. Igen. És abból vesztesen jöttünk ki. Ott menekültetek, igen. Hát ott kellett. Ötben beengedő ellen azért az nem annyira. Ez kemény volt, arra emlékszem. Igen. Meg volt az a nagyon véres dulakodás, ott az aranyalkony idősek otthonában szombat. Amikor lemészároltunk egy fél idősek otthonában. Igen, azt szégyeljük is azóta. Mondjuk el csak a cég védelmében, hogy sosem szabad átlásítani, mert hogy sajnos majdnem minden munkahelyen van egy magát okosra ivó, de hogy ez soha nem kép arról az ott dolgozókról, bocsánat, soha nem szabad. Nagyon kedvesek voltak, mert megérkeztünk, be volt éve konzolos játék az öltözőnkbe, tehát olyan VIP room volt kialakítva nekünk, egyből focizás, leültünk Kovács Dávid basszusgitáros kollégámmal, rögtön agyonvert kétszer fociba, akkor egy picit lehet, hogy ő paprikázott föl egy picit, tehát ott játék volt, kajapia, minden, amit akarsz, és nagyon kedvesek voltak, tehát és mindenki máshol csak jó, csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a cégről, és nem azért, mert szeretnénk jövőre is menni. Igen. De nyilván és akkor elkezdődött a koncert, előttünk egyébként Tóth Gabi játszott, előtte meg Kis Ádám, aki
aki kiváló barátunk. Ő már egy néhány tréfát csinált is ebből az esetben, hogy új álcsúcs született Kecskeméten, tehát egy hülyeséget írt föl, de az nem baj, ő neki ez a dolga, mert humorista. És akkor ment a koncert, ez a srácot mutogatott, köcsögözött, anyázott, rám dobott, egy bőrdzsekivel megdobott, tehát nem egy pohárra vagy üvege, bőrdzsekivel megdobott. Levette a kabátját és hozzád vágta? Nem tudom, hogy az ő kabátja volt-e, de hozzám vágott egy bőrdzsekit, azt így visszadobtam mert direkt úgy, hogy a fejére így ráboruljon, akkor a Laci picit nevetgélte, tehát a koncert közben, hogy olyan bután nézek, így egy Jackie-vel le volt borítva. Ilyenkor egyébként, ha valaki integet vagy bemutat, nyilván az ütés az egy utolsó stádium, és nem is fordul elő sokszor. Nem szabad. De oda szólsz, mondod neki, tesó, nyugi, igen, lereagálod, igen, vagy úgy csinálsz, mint ahogy se lenne, az úgy csinálsz, mint ahogy se lenne, az béna, mert azt Kocsi Zoltán zongoraművész úgy csinál, de nálunk ez egy másik műfaj, tehát ez még egyszer mondom, ezt úgy hívják, hogy gangster rap, tehát az azért reagálunk el az ilyen jellegű provokációra. Nem úgy, hogy bántalmazom, bár a La Cosa Nostra nevű egyik kedvenc zenekar, ami Everlast van benne, ugye a House of Pain-ből, ő a hajón, kérlek szépen az első sorban lévő rajongókat, véletlen rálöttyintett egy sört, az fejbe rúgta. Ebből érdekes módon nem lett semmilyen ügy. Én nem így reagáltam, nem csak annyit, hogy öreg, álljál már le, nem vagy vicces, és nem akarod, hogy lemenjek én oda. Gyere le, köcsök! De hogy akarod te azt, és folytattuk tovább. Csak addig nyomta, mondtam, lemegyek már egy pillanatra, tesó, egy kettő szót váltsunk. És ez hiba volt. Két dal között ilyenkor? Nem, vége volt a koncertnek. Vége volt a koncertnek. Az egész buli, ráadás, meghajlás, óriási, tényleg nagyon-nagyon tetszett az embereknek, nagyon királyság volt. Oldalt lementem, és oda mentem a sráchoz, megfogtam a tarkóját, hogy figyelj, tesó, hagyd már ezt abban, mert annyira kellemetlen, hogy froszlizol minket, nagyon rosszul esik, meg kell mondjam. És erre ez volt a válasz, te fogsz engem megverni. És akkor azt mondta, hogy... Makonya részeg volt? Igen, láttad? Nem makonya, mert általában, csak azért erősen italos állapotban. És akkor én azt mondtam, hogy dehogy akarod te azt, hogy én megverjek, meg nem is akarlak. Megfordultam, és elindultam az öltözőbe, és akkor egy ilyen öklös gerincre. Tehát hátat fordítottál neki, és hátulról támadott rá. Hát azért akkor azért nem adhatok egy puszit. Ököllel gerincen vágod? Tehát arra nem adhatok egy puszit, akkor én fordulásból egyet kaszáltam a levegőbe. Sportértéke kiváló volt az ütésnek, azt kell mondjam. Tehát csillagos ötösnek hívnák. Például Szántolcsi bácsi azt mondta, hogy nagyon jó, ezzel a balhoroggal magyar Zoli nagyon oda vágott ezzel a balhoroggal. De viszont itt ebben a szituációban szerencsétlennek nevezik az ütés, mert szegény nagyon megsérült, és ezt nagyon sajnálom, és az nagyon bánt, hogy utána én kitettem egy posztot a Facebookra, és idéztem itt tréfásan egy filmből, ugye a Bluffből, és erre mit vett le? Milyen akciót, reakciót? Magyar narancs, nagyon szimpatikus. Gangsta még büszke is arra, hogy összetört egy néző állkapcsán. Yeah. Na várjál csak, hogy menjünk sorba. Te ott, amikor megütötted, azután te tudtad, hogy mi történt vele? Vagy leütötted, mentél nem, tovább, nem, és fölmentél a vibbe, vagy valahol. Nem esett össze. Nem esett össze. Mert tántorodott, és még egyet rám mozdult, és akkor már csak így megállítom, hogy ne, szerintem ezt hagyjuk. Tehát itt abba. Tehát ő utána megpróbált még egyszer megütni. Igen. Uh-huh. És aztán utána rájött, hogy hoppá, már nincs arcom. Tehát de ott nem érzett, nem dőlt, nem látta semmit. Meg fölmentem a lépcsőn, és itt vége volt. Jött a főnök, elnézést kért, hogy láttam, mi történt, bocsánat. Jó, hol mondjuk, vannak ilyenkor a biztonságiak? Hol vannak ilyenkor az, akinek az a dolga, jó, hogy biztosítsa a koncertet, kérdés. Az előadót? Máshol voltak. Máshol voltak. Tehát voltak ott, csak máshol. Máshol voltak ők éppen. Nem voltak ott, drága vágó úr. Máshol a szemük a koncerten volt, csak távolról. Aha. Igen. Szemlétik, és utána megdicsértek, hogy jó volt a balhorog. Tényleg? Tényleg voltak a biztonságőrök, hogy jó volt a balhorog? Mondom, semmi gond, csak de én nem akartam én ezt így, hogy ennek így legyen vége ennek a koncertnek. És az is ferdítés volt az újságokban, hogy ki kellett menekíteni a zenekart. Mert olyan ezt olvastuk utána. Órát ott még beszélgettünk a főnökkel, a rajongókkal fotózkodtunk, a munkatársaival, a sásznak, és utána kimentünk nyugodtan a buszunkhoz, és szépen elindultunk. Semmilyen menekülés és menekítésről szó nem volt. Tehát ezt Mihály, az olvasóriporter, akinek nagyon köszönöm 10 000-ért, hogy egy ilyen teljesen fantasztikus, hiteles sztorit, azért a... Gondol, de mennyibe volt ő valójában Mihály, és valójában olvasóriporteri. Tehát ha nem lennék már zenbutista azóta, akkor azért a jobbos megkínálnám neki, de nem fogom, mert nyilván nem szabad, mert erőszakra nem szabad büszkéknek lennünk, és nem is szabad ilyet csinálni. De viszont hátulról megtámadni valakit szerintem az sem illik, én azt gondolom. És akkor honnan tudtad, hogy bajban vagy? Mikor realizáltad először, hogy a Pali nincs jobb bőrben? Utána mondták neked? Följött a főnök, hogy te miért ütötted nagyon az év dolgozóját? Hát mondom, nem látod, mit? Lát, hogy elnézést, hogy olyan gyökér volt, utána jöttek a többiek, mondták, hogy mi történt, akkor a főnök azt mondta, hogy hát akkor bocsánatot kérek, elnézést, de hát azt tudod, hogy ki van a rohanmentő, mondom, kicsoda. És akkor mondták, hogy tehát eltört az állkapcsolat. Mondom, hogy Jézus, és tényleg nem akartam meg is sérülést okozni, meg nem gondoltam, hogy ez ekkora volt az ütés. És úgy, ott voltatok, úgyhogy ezen a fórumon én elnézést kérek a sásztól,
attól függetlenül azt fenntartom, hogy azért, hogy hátulról meg, akármilyen italos állapotban hátulról megtámadni valakit, nem illik, és akkor számítani kell bizonyos reakcióra. Úgy gondolom, hogy ez teljesen jogos. És, de viszont én komolyan mondom, hogy akár egy gesztust is tennék felé, hogy érezze azt, hogy én nem így akartam. Nem így akartam, és nem haragszom rá. Tehát, sőt, hát neki elég kellemetlenség az, hogy ő kórházba töltötte azt a hetet, meg kellett műteni az állát. Bocsánat. De azt hallottuk, hogy egyébként az első SMS-t a Rékasi Karcsitól kapta, hogy tudom, mit érzel. Zűje marha. és látás, hogy az is balhorogott. Érdekes, hogy ugye, ez egy az erősebbet még elősebbet tettek az helyzet. Igen, annak a helyében nem lennék, akinek tartogatod a jobban. Ha nem üt meg hátulról, nem üt semmi meg. Probléma nincs, hát amikor már szembe voltam vele, és még egyszer rám mozdultam, már nem ütöttem, hanem mondtam, megfogtam, tenyérrel megállítottam, hogy ne. És fölmentem. Hogy ne kezdjük tudtam, el, hogy ne folytassunk. Nekem mindenre van szükségem, csak arra, hogy egy verekedésbe keveredjek egy céges bulin. Hát ez mire jó nekem az? Nem vagyok hülye. De hát ugye egy ösztönös reakció az, hogyha hátulról megtámadnak, nyilván valamiben próbálsz védekezni. Én így tudtam, hogy hátra kaszáltam egyet. Csak túl jól, vagy túl rosszul sikerült, ahogy nézzük. Most a rendőrségi ügy van a dologban? Rendőrség. Én tegnap voltam kihallgatáson, egyébként nagyon kedvesek voltak ott velem a kecskeméti rendőrségen, és ott kiderült, hogy a kecskeméti szemtanúk, akik az embernek gondolom a munkatársai, ott mindenki azt vallotta, amit én is. Tehát ugyan a sztori abszolút, tehát nincs kérdés az ügyben. Reméljük, hogy nem tudni, hogy mi lesz a vége. Ha őt először azon gondolkozom, akkor ez nem súlyos testi sértés, hanem jogos védelem. Nem? Én azt gondolom, hogy ennek kell megállnia. Lehet, hogy még bírósági ügy sem lesz belőle, nem tudom. Tehát a közvetítő úgy, nem tudom, mi ő lesz. Most feljelentést tett egyébként? Nem, szerintem nincs a mentőorvosnak kell hivatalból feljelentést tenni ilyenkor, én úgy tudom. Azt lehetett olvasni bulvár újságban, aztán kiderült, ez nem feltétlen ő mondta, vagy a szájába adták, nem tudom, hogy ő azt mondta, hogy jogos volt, megérdemeltem. Azt valóban ő mondta, nem vagy tudom. Azt valaki a nem szájába tudom, mert én nem tudtam beszélni vele, bár majd én megpróbálok majd kapcsolatba lépni vele, ezt halálkom, mert mondom. Én felszeretnék ajánlani neki, most komolyan ez hülye hangzik. Két kárterjegyet az elsősorban. Ez komolyan. Január 9-i bulira. Hangzik, igen. Hát nem, most komolyan. Hát, valami, most persze, én mit tudok felajánlani? Vegyek neki egy tortát. Három tejfogat, amit még anyád rakott. Rácsálni valót, vagy érted? Egy csomag Tesco szívószálat. Hát ne, azt ne, rácsálni valót. Most érted? Én egy koncertjegyet vagy kettőt felajánlok neki a VIP-ba. Itt a gesztus a lényeg nyilván, persze. Csak nem fussunk össze. A VIP koncertjegyet felajánlok neki a január 9-ig a nagy bulinkra. Érted? Már úgyis alig van máj egy, aztán érted? Én még tudok szerezni. És az Elektroworldbe egy leértékelt Turmix gépet nyilván. Egy NDK-st. Üdésítésre jó. Úgyhogy gyerekek, ez a helyzet. Én azt is elmondtam, mert másféleképpen vélekedtünk az ügyedről. Én azt mondtam, hogy ha nem ütött először, szerintem akkor tudni kell egy előadónak kezelni. Ha ütött, elfordultál, és nyakon vert, rádvert, ököllel, akkor igenis az embernek joga van megvédeni magát. Szerintem egy előadónak törekedni kell arra, hogy a lehető legvégig húzza és elviseljen bizonyos dolgokat. A verbális támadás minden további nélkül, de ha fizikai támadás de van, és megütött, akkor viszont joga van. Amit, ahogy kell. Neked jogod van, úgy mindenkinek joga van védekezni. Igen, Ferenc is ugyanezt mondta, hallottam. És János, nem hiszek az erőszakban. János, nem tudom. Igen, és szeretnék vele beszélgetni az adás után. Tiéd lesz a jobb, kint van egy nagyobb tér, ott szerintem elférünk. Én azt mondtam akkor is, hogy én tudom, hogy Zoli ugye rock közegből jön, naponta előfordul mindenféle koncerten, nyilván. Mindenféle atrocitás, érted? És 20 év alatt háromszor kerültünk ilyen helyzetbe, tehát akkor ezt azt mutatja, hogy nem mi keressük a bajt, nem. Én azt gondolom. Nem, de hogy nyilván ezt is kezelni kell tudni valamilyen persze. Szinten. Hát a punkkoncertekről meg ne is beszéljünk, mert ott az előadót és ez az egyszerűen. Nincs van, is koncertköpködés nélkül. Itt szerintem az ütés sem van a hangsúly, egyikünk sem hisz az erőszakban, ha megütnek, akkor arra egyszerűen muszáj, kell válaszolni, nem vagy hülye, hogy hagyod, hogy hátulról ököl el valaki nyakomerén, és azt mondta, hogy tesó, ez kicsit fájt, akkor megyek is szommal. Igen, adhatok egy puszit. Igen, akkor adj egy puszit. Ha nem üt meg és nem bánt, akkor azt mindannyiunknak el kell tudni kezelni, viselni, tehát ez egyértelmű. De figyelj, ez az első reakció volt, elfordultam, hogy nem akarlak én. És akkor rádvált. Legyen itt vége. Akkor lett bátor. Arra fel vagy most készül, hogy a következő kártel koncerten, illetve koncerteken az lesz majd, hogy itt az első sor az gyakorlatilag egy oldalra tolódik majd a Laca elé, előtte pedig egy hatalmas lúk lesz. Előtte pedig csak kickbox bajnokok. Illetve kérdezik Facebookon, láthatom, hogy sok hallgató kérdezi, hogy milyen lesz a következő kártelbuli, ütős buli lesz? Mindenképpen. Na, most mit mond a rendőrség, hogy megáll a jogos védelem? Tehát, nem mondtak semmit. Nem mondtak egyre semmit, nyomozás zajlik. Én sem tudok semmit mondani. Reméljük, hogy az igazság kiderül, de valószínűleg így is lesz, mert mondom, egybevágnak a vallomások, tehát nem nagyon van kérdés az ügyben.
Én szoktam mondani, tudod, nem az élet kemény, te vagy csicska, ezt szívesen használd, átadom neked is, ez az én mondásom, nem az élet kemény, te vagy csicska. Ha igen, és ezt gondolod, nem rám gondolsz, mert így elkezdett rángolni a bal szembe. Én azt mondom csak, hogy igen, minden akciót reakció követ, ebben nem megyünk bele. Igen. Szerintem lépünk túl, én itt állatok elmondom, én ezt mondtam, hogy én a Balázséknál ezt el fogom mondani, hogy mi történt, és innentől kezdve én ezzel nem szeretnék foglalkozni. Tényleg ez, ne ez legyen már a téma. És ezt nagyon sajnálom, hogy a bulvár egyből ezt kapja föl. De ha csinálunk egy új dalt, megjelenik egy könyvem, van egy nagy koncertünk, a kutyát nem érdekli, illetve hál' Istennek a rajongókat igen, de hogy egy arról írat négy cikket, az nagyon hátul kapok egy ekkora kis izét. Ez rögtön címlapon. Mihály az olvasóriporterünk. Köszi, Misi. Gondold, de mennyire volt ő valójában olvasóriporter? Júdás! 30 ezüst ért el! Ők mindazok 10 000-ért. Abszolút. Legközelebb viszont, ha ilyen van, akkor mindig úgy állj, hogy az új könyved, az önéletrajz, ez ugye kezedben van, tudod, és igen, úgy is. Igen, mert akkor a Mihály lefotózza. Megjelent! Ilyenkor vajon a bíróságon újra el kell játszani, tehát rekonstruálni kell a jelenetet, hogy ott van a sértet, ott van a vádlott, és eljátszátok újra? Tehát lesz egy ilyen dolog, hogy szerintem, ott áll, hogy történt, megkopogtat. Nem, ez az érdeklődés hiánya miatt el fog maradni, főleg a sértet részéről szerintem. De csak kérdezem, hogy van-e nem, erre mindig van egy nem lesz visszataps, ezért most nincs elő, vissza. Nem, sose értettem azt az embertípust, aki oké, hogy berúg, oké, hogy részeg, én nagyon szeretem azt, aki vidám lesz, aki jókedve, aki mindenkitől elég. Igen, többféle de van. Ez a felemberesedek, bajom van, és a saját nyomorúságomat, frusztrációmat rávetítem az előadóra, felbátorodok 2 konyaktól és 3 unikumtól, és rohadt kemény leszek, ezt nem értem soha. Tehát soha egyre nem szimpatikus, nem jó. Érdekes, hogy nem a Tóth Gabi támadta meg, hanem ez vajon miért van? Igen. Ezt magyarázzátok meg. Hogy a szendebb, tehát amit sugárzok, hát miért? Igen, mert addigra még nem volt elég részeg a Tóth Gabinál. Tehát így megyünk rosszul. És az olyan volt, hogy Zoli, hogy azóta mondjuk Feri adtál ilyen 2-kor, mert azt a hangot hallottad, hogy valami mögötted becsukodik, és azt mondja valaki, hogy Zolika, felső ágy. Ez micsoda, ez nem én masszív alsó ágy. Ja, hogy Zolika felső jó most esetben, igen. Azért meg kell küzdeni. Igen, van egy kis márna szörpöm, Zolikám, ha te leszel a csaj. Ilyen félelmem sosem. Mert ezek, akik ezt mondják, azok mind a barátok. Így van. Na, mert ők nem Velhelót hallgatnak. Hát nem annyira. Bár a Velhelóval kiváló kapcsolatot ápolunk, Diazzal és Fluor Tomival is nagyon jó vagyok. Ezt most halálkomolyan mondom. Te jó barátaink. Hoztál egy könyvet. Ez egy kiváló kis mű. Igen. Annyi, hogy láttam, hogy lóbacset van, mert hármunknak egyet, de majd körbe vagyunk, nem baj. Most akartam, hogy még miért megfrosszízol. Azonnal rád marok, tudod. Elindul a kis játékos. Jó. Olyan szörnyű, hogy ezt most rám sütöttek, olyan szörnyű, akarsz egy balos bacska. Értem én a viccet, de... Úgy szenvedek ettől a képtől, amit most rám jöttek ki, hogy rohadt meg popot. Tudod, hogy... Igen. Na, hogy hoztál egy könyvem. És azért hoztam egyet, mert a kiadóba akartam bemenni, hogy gyerekek, vinnék eladni is koncertre, mert hogy megyünk ide-oda, és hogy kéne, mert megyek. Hát nincs egy sem a raktár, mert mindent kiterítettük, és tényleg úgy megy, hogy kiterítették az összeset a boltokba, következő izében... Ne reménykedj, azért ezt Tesco-ba bizonyban ezt januárban visszaküldik, tehát hogy azért ez még nem azért... Kell, nem kell reménykedni, mert úgy viszik, hogy a cukrot édesapa. Tehát erre azért még azért ne így állva januárban, amikor a Tesco felé visszaküldik. Kígyóznak a sorok, kisgyerek. és hát azért hoztam, de mindenképpen hozok még 2-t, vagy küldetek. Nagyon drága az embereim. Hogy nem gondoltam volna, hogy eljön valahogy ez a pillanat érdekük, amik a mindenki megdőlt, hallgattam az Action-től, és akkor egyszer majd az lesz, hogy... Ja, várja, január 9-én... A könyv és slágere gangsta, Zoli, új! Január 9-én például mindenki megdől lesz, mert hogy ugye 50. szülinapi buli, és ott a legtöbb zenekar, amiben játszottam fel, és az Action eredeti felállásba, a kártel előtt, Matyival, Miksával, Szaszával, mindenki megdől, megöl a rendszer, hát bocsássam. És ez az útjaidról szól, tehát a turnékról, igen, magyar és külföldi turnékról? Hát turnék is vannak benne, klipforgatások, meg ilyen privát utak is, tehát hátul kis kellemes fényképalbum, és hát mókásabbnál mókásabb történetek. Nem lehet rajta nagyon szomorkodni. Az igazság, hogy én az a fajta utazó vagyok, akiben mindenhol valami idézlenség. Mutatom a könyvíróját, aki nyakához Zoli egy készteg, ez nyilván a fotókedvér humorból. Persze, erőszak Tamás, hát látod rajta, hogy... Igen, boldog és vidám, boldog és hogy vidám, az együtt töltött órák a közös. Igen, ezzel most alátámasztottad, hogy nem akartam megütni semmit. Szeretem a képet. Na, és hoztál egy új dalocskát is. Egy ugye? Új dalocskát, mert hallottam, sokszor beszéltetek a Tapló Télapó című filmről. Ó, Billy Bob Thornton, nem ezért.
mert hogy ezt már korábban elkészítettük, mert van nekünk egy barátunk Finnországban, nem is egy, de ő tavaly kijelentette, hogy ő muszáj, hogy rappeljen akár tele egy dalt, mert meghallgatta a 2012-es albumunkat, mert a Sami Garan barátomnál, aki egy finn szakács, őnála ott volt ez a lemez, és ez a srác, aki vele együtt dolgozik, és egyébként underground rapper, MC Raipati néven. Egyébként polgári néven Mikko Kaihovirta. Az se jobb. És kérlek szépen, mondta, hogy muszáj, hogy rappeljen velünk egy közösséget, és akkor kitaláltuk, hogy egy finn miben rappeljen, Télapó dalba, és a Tapló Télapó dal című szerzemény elkészült, és ebben MC Raipati a középső verszak, hogyha valaki nem ismerné meg, hogy az első én ugye vagyok, a harmadik a Laci, Big Daddy L, aki továbbra is masszív tagja a kártelnek, mert most elindultak olyan pletykák, ugye, hogy a Dopen Lacival csináltam egy közös dalt, mert hogy ő is jön a január 9-ai bulira, mindenkit igyekeztem magam köré gyűjteni, akikkel együtt zenéltem valaha, és ebből nyilván Laci ez vastagon benne volt ebben a dologban, ezért én fölhívtam, és abszolút ráállt a dologra, az volt a kérdés, hogy jó, csináljunk egy közös dalt, csinálunk, és most már azok a pletykák indultak el, újra összeálltam Dopen Lacival, és már a Big Daddy nincs, nem, a kártel ugyanúgy van, mint eddig, Big Daddy Lacival, Dopen Lacival csináltunk egy dalt, és jön a január 9-ai bulira, de a Big Daddy van a kártelben, ebbe is ő reppel. Mm. Ez az de ugye, hogy az ember öregszik, hogy a haragot tartani, az úgy, hogy tényleg, hogy öregszik rá, ez hát nálam csak ebben, hogy mi a fenének? Nálad úgy nézik ki az öregedés, hogy fáj a derekad, leesik a lábod, kiesik a fogad. Igen, igen. Nálam meg az, hogy nem akarok haragot tartani, ez a különbség kettő között. Igen, igen, és téged bulikra járt. Mindenki ott lesz, aki vele egykor zenétél? Hát majdnem. Tunyogi Orsi is? Tunyogi Orsi? Nem, jó, de egyszerre mondtuk. Jó, börtönbe van. Súlyos tetszésértésérül. Elszálltunk rá, hogy könnyedén. Jó, vannak dolgok, amiket nyilván te is megbántál. Igen, nem, van, amire nem büszke az ember. Például erre a dalra. Miért? Mert fos. Hogyan? Az a dal azért jó, mindig hallom a sláger adja, hogy honnan, hova. Tehát, hogy igen, ez az egy előtte kép. Ott kezdett repelni, még nem úgy jöttek a szavak, még prozódia ritmus, még nincs meg, de már repel, 96-97 környékét írunk körülbelül, és aztán ugye honnan, hova. Tehát, valahogy ott kéne legyen az étruszor is. Esküszöm pedig szeretettel jöttem egy buthába, és kezdi kiújni a gyufát, mert van nálam egy. Jött egy felhő, mi leszállt közé. Jó, de jó. Na, meghallgatjuk akkor ezt a kis dalt. Tegnap megmutattam a Beninek, MC Raipatira azt kérdezte, hogy a bácsi miről énekel, annyira cuki volt, mert van benne egy rész, ugye, ami nyilván nem magyarul igen, történik, az a baj, de imádta tudom. A dalt. Tessék? Az a baj, hogy én sem tudom, lehet, hogy anyáz minket még. azért érdemes lenne megkérdezni, mivel nem magyarul énekel, leadhatjuk, de érdemes lenne tudni, hogy miről énekel. Tényleg ez derül neki, ne egy köcsögök, magyar gyökeret, tudod, valamilyen nagyon durva. Ez az! De jó! Igen, csak minket szívna benne. Na, meghallgatjuk Kárteltől, jó? A karácsony, azért ez igen. Egy ünnepi pillanat, élvezd ünnepi ki. Pillanat, Kártel a Klassz FM-en. Kedves hallgatókra küldöm nagyon nagy szeretettel, mindenkinek kellemes, boldog, békés karácsony. Ez pont olyan. Nem nevetünk, jó? Nem. Jó, mi mond még egyszer? Balhorogmentes, békés karácsonyt kívánok igen. Mindenkinek a fa alatt, és küldöm nagy szeretettel a Tapló Télapó című gyerekdalt. Boldog karácsony. A dédi mindig a mennyből az angyalt kéri. Azt hiszem most ezt fogjuk de nyomni. De tényleg érdek a falat így kézen fogva. Kérlek. A fádrának majd szétcsapom kézzel. Big Daddy, óriási. Meg itt szeretetteljes, boldog ünnepet kívánunk. Gyerekek, ne hülyeskedjük. De nagyon jó, hogy MC Raipati, nagyon jó, hogy boldog karácsony neki. Karácsonyit. Boldog karácsonyit. Zseniális volt. Jól van, na hát elmondtunk mindent, ugye? Igen. Megmutattuk a dalt. És január 9-én gyertek ti is, de az is komolyan mondom. Mit hümmöksz? Nem tudod mióta ígéred? A Ferencet nem tudod mióta hívogatom, akkor most megyek, már se voltam, nem jön. Már voltam, csak inkognitóban. Jó, hogy nem láttalak. Igen, hogy nehogy. Igen. Nem mert Júj, te. Öcsém. Január 9, ott vagyunk. Január 9-én megyünk. Gyertek. Majd ha hozol rendesen könyvet. Fekete szakáklubba. Zolikám. Hozok könyvet nektek. Áldott, meghitt, szeretetteljes, békés karácsonyt kívánok. Nagyon szeretlek benneteket, és tényleg csak puszi és szeretet és zen. Jó? Mindenki meditáljon utána egyet. Van még mindig ketten együtt meditálunk kint egy ezében filmesztelenül, jó? Igen, most igen, kimegyünk. Puszta kézzel meditálunk. Van még idén céges bulid, vagy ez volt az utolsó? Nem tudom, remélem, hogy lesz még egyáltalán.
hívnak-e még céges bulira, vagy ártatlan vagyok, mint a maszületebb vagy, jámbor ember vagy te, ezt mindenki tudja rólad, hogy nagy, a szád is nagy, meg a szíved is egyébként egy jámbor ember vagy te, ezt tudjuk rólad. Ha meg először ütött, akkor nem szabad emberkedni, nem vagyunk híve az erőszaknak, de nem, egyáltalán. De az ember meg kell, hogy védje magát, úgyhogy... Köszönöm a biztató magadra. Szavakat. Zoltán, kellemes meg itt békés ünnepeket. Nektek is, rácok, és kedves hallgatók. És minél kevesebb távolságtartási végzés. Sokkolom az orcátokat. Gangsta Zolinak köszönjük szépen. Ciao, ciao. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.